Bittor rendben szegény jó estét kívánok! A bitsebesség ráta legyen a te vezérlő csillagod. A hát a Boldog új évet! Boldog szülinapod, Fifika! Köszönöm tapod. szépen! Még ilyen... ha ilyen ronda volt akkor is, ennél szebb szülinapot kívánok! Ilyen, ilyen autentikus módon senki nem köszöntött még! Köszönöm egy, szépen! Egy picit ezért csúszott Mujó, mert menet közben ugrott be, hogy nekünk van egy hangszerészünk, egy, egy, egy mesterünk, aki évek óta űzi az ipart, és amikor a liftnél utol értem akkor... Azért esett ki ő a csetből, hogy nehogy véletlen bejöjjön, és ő még egy kicsit rámelegített erre hideg ujjakkal. Azért volt csak ilyen egyébként szerintem, mert, mert sokat kellett kapaszkodni a tömegközlekedésen. Mondjuk és... gyanakodhat, gyanakodhattam volna, mert amikor a Krisztián késik, akkor a Charlie mindig ilyen síkideg. Most meg ilyen halálnyugodt volt. Érted. Ó, ki újra újraindítom a rútert, ó, düzel nézd már, ennek föl se tűnik, hogy nincs itt a Krisztián, meg nem tesz megjegyzéseket, meg nem tudom én mi. Ó, bakker. Köszönöm szépen. Hát, és ismételtem, Fifika, a játékomnál szebb születésnapot kívánok neked. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy a negyedik muskétás annyit üzent, gondolom ez én lennék, hogy kedves főszerkesztő úr, Fifika podcast társ úrnak üzenném, hogy éljen soká, még legalább 500 évig, mert akkor 55 lesz, és akkor el lehet szívni. Köszönöm. <laughs> mi, minő nemes áldozat lenne egyébként. Köszönöm szépen. És veletek mi történt? Mert hogy én 55 lettem, az oké. Okay. De hogy veletek mi történt? Igazából én ennek örültem, hogy nálam van vénebb a csapatban. Halleluja! Nem, nem. Mesélj, Krisztián. Én nem lettem 55. A múlt héten elfelejtettem elmondani, hogy voltam tüntetni is az előző héten, a vasárnap, amikor a Szabadság téren tüntetés volt, akkor voltam. Azt hittem azt mondod, hogy múlt héten elfelejtettem mondani, hogy mi volt a számítógépemmel a töltési para, mert az, az kimaradt, csak úgy visszahallgatva utána vettem észre, hogy kimaradt, de mi volt ott a para, hogy más is okuljon. Ja, föltettem tölteni a notebookot, és reggelre lemerült. És nem értettem, hogy mi van, úgyhogy meggyőződésem volt, hogy elromlott a töltő. O hogy úgy, mondtad? Hogy is... Autentikusan, hogy mondtad? Hogy mondtam autentikusan? Charlie, egy hét után beszart ez a szar mekintos. <laughs> Valami ilyesmi volt, igen. Úgyhogy be is vittem magammal, hogy az IT szakosztálytól kérek egy másik töltőt, és ott bent vettem észre, hogy óriási macska fognyomok vannak a kábalatban. <laughs> mit mondott erre az IT? Hát, ez nem javítható. <laughs> Úristen! Milyen sajtszeműek vannak meg a kollégáid. Ezzel hallod, olyan figurák, hogy próbálja ki meg bekapcsolni a számítógépet, indítsa újra. Nem, 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 abszolút nem. Úgy volt egyébként a kommunikáció, hogy megírtam a kis Slack csatornán, hogy hát srác, angolul persze, srácok az van, hogy a rakonyszátlan macskám elrágta a töltőkábelt, lehetne kicserélni esetleg. És vették a lapot, és visszaírtak, hogy melyiket, a kábelt vagy a macskát. Hát ez kurva jó. Zseniális. Jaj, te megírtad, hogy hát ha lehet így első körbe, első cserére egyébként a kábelt szeretném, másodikra a macskát. Fognélkülire. Mi, mit Na ajánlottok? Most... <laughs> Na most nem hiszed el, Krisztián, hogy ez nálunk uh, ilyen heti probléma. Igen. Tehát, uh, De mi, mi, én mitek már... rágja el a miteket? Én, én már fehér kábelt nem veszek semmihez. Valamiért a, a, a fehér ingerli őket egy, kettő, uh, fasztekről egyébként, tehát azt hiszem fasztekről vagy bangódra, nem tudom honnan rendeltem, de rendeltem egy, uh, egy töltőt a, a meghez, mert már olyan három darabból volt összeforrazgatva a kábelem, mert mindig elrágta a, a macska és nézegettem fórumokat, és az nekem bevált, hogy szúnyogriasztóval le kell fújni a kábelt. Figyelj már, ne azzal fújd le szerintem, mert az büdös, hanem próbáld meg macskariasztóval, ilyen citronfüves játék. Azt utálják mondjuk, tényleg a citrusos illatokat utálják. Én arra a megoldásra jutottam, hogy nem hagyom felügyelet nélkül. A kábelt? A kábelt. Vagy Egyéb... a macskát. Egyébként van abban valami, amit Fifika mondasz, mert a haveromnak is van macskája, és volt egy airport extrém rútere, szintén fehér kábellel, és azt is elrágta a fekete kábelt uh, meg nem bazd meg, hogy... A feketét nem, nem rágják, de az összes fehér töltőkábelem szarrá van rá. Nem lehet, hogy, nem lehet, hogy a minőségi Apple kábeleket... Más az jó, íze? Jó, jó, más lesz, az a íze. macska minőséget tud tenni, hogy ne. A macskák kukuká vizkaszt vennének, van. meg megint kábelt. <laughs> ja, de jó a meket vennének, igen. Igen, igen, igen. kivétel, emlékeztek, amikor a múltkor elment a hangom? És igen, a macska. Nem a macska, nem rágta el a torkomat, hanem a fekete mikrofonkábelbe belerágott, és valahogy úgy sikerült forgatnom a kábelt, hogy érvényesült benne a, a kontakt hiba. Úgyhogy nekem szabályterősítő kivételként a fekete kábelt is megrágták. Egyébként igazad van, mert nekem is rágott már meg fekete kábelt, de itt szerintem inkább a hangsúly azon van, hogy mi az, ami lóg. Tehát amit, hogyha megüt, vagy, vagy tehát hogy, hogy, hogy játékos neki, érted? Ezért azt ja. kell egy kábelrendezőt csinálni, Krisztián, bármennyire is tudom, hogy ez fáj neked és szomorú, de, de kell, kell egy ilyet csinálni, ne lógjon a kábel, tehát a lógó kábelre megy a macska. Fifika, az hittem, azt mondod, hogy arra kell figyelni, Krisztián, hogy a fürdőből ne gyere ki nélkül, mert tudod, ami lóg, azzal szeret játszani a macska. <laughs> jó ja, Istenem, de ebbe, nem tudom, mert a haveromnak csak úgy az asztalra volt. Na mindegy, mindegy, rohadjon meg az összes, aki... Hallod, és a macskának így megmutatnád, hogy itt az IT levele, legközelebb te leszel lecserélve. Nem érdekel. Ez a macska riasztó, ez érdekel egyébként, mert mondom, ez nálunk, ez borzasztó probléma. Hát én a, a Bauhausba vettem, kint kintre, mert ugye mindig teleszarják a szomszéd macskák a kertet, körbe fújtam ezzel a játékkal a kerítést alul fölül, meg ahogy úgy bujkálnának, és hát most azt nem mondom, hogy azóta nem, mert hát az eső azért lemossa, de, de érezhetően kevesebb a macska kaka. Aha. Hmm. Hát Krisztián, ezt az áldozatot meg kell hozni. Hát jó, aztán a következő héten megjövök, hogy a rohadt citromsav szétmarta a <laughs> Mész az IT-hoz, de haragudjatok, van egy kis gondot. Az meg van, illem... hogy lekentem sav. megint a macska. <laughs> nem, nem, sav. Egy tüntetésre jár, pifkó Erről is tudnék mondani, olvastam no, érdekeset egyébként Angliából is. Tök off, de, de érdekes ez a savas móka, nagyon idéző jelbe, de nem biztos, hogy azt, azt mondani kéne. Elmesélem inkább, hogy velem mi történt, mert én meg stigmatizálódtam. Én még nem be. Bocsánat, akkor mondjad. Ő, az volt még a héten, hogy tegnap óriási csinnadratta közepette product releaseünk volt, amit három éve fejlesztett már a cég, és így, hogy egy hónapja ott vagyok, így én is belecsöppenhettem a végébe, úgyhogy hatalmas nagy launch vorrummal egy közös légtérbe mindenki, aki él és mozog és köze van a, a launchhoz, ott voltunk egész nap, és, és egy zöggenőmentes launchot sikerült, közel zöggenőmentes launchot sikerült csinálnunk, úgyhogy ez, e, erről szólt nagyjából a másik oldalról az előző hét. Az menő, azért, mert hogy, hogy látod, ez kellett a cégnek, hogy te oda menjél. És már is Ugye? Ugye? már is mehet azonnal, a produktiviz. beindult minden. Az az egyik, a másik, hogy a War egy picit összeszorult a gyomrom, mert nálunk is van War Room, csak nekünk a War Room az egész, hát nem egész más jelent, nálunk mindig a haváriáknál ülünk, vagy ülnek össze a, a, az éppen aktuális ö, szolgáltatásfelelősök, ö, meg mi esetleg, meg azok, akik szakterületben kompetens igazgatók vagy vezetők, és a War Room az ugye nálunk azt jelenti, hogy ott egy ilyen válságstáb áll föl. A tiétek egy picit inkább ilyen babysitting jellegű dologra haj az úgy gondolom. Hát ilyen tartszárazón a puskaport <laughs> War Room, igen. <laughs> Aha. Jó, de hát ez tök fasz ez, ez tök fasz ég... no, Hangulatos volt, nagyon rettehetesen élveztem. És volt ilyen nagy izé, megnyomjuk a gombot és kikerül a release? Hogyne, hogyne, hogyne. Ó, nagyon, nagyon minden, exkluzív. Minden volt. És ezt lehet tudni, hogy mi került ki? É, persze, nyilvános, a, az eddigi Prezi, az mostantól Prezi Classic néven fut tovább, és a Prezi-nek a következő verziója, ami már nem flash engine, nem stb., tehát egy ilyen lényegesen modernebb és polírozottabb ö, ö, jószág, az meg Prezi Next néven megy mostantól és az lett a nagy release, hogy eddig tesztben egy ideje már a, a, világ egy szűk része e, hozzáférhetett, és most minden felhasználó hozzáférhet már az új, új ihaj a termékhez, a Prezinexthez. Ez volt a reklám helye. És egyébként elintézted nekem már a, az ingyenes Premium Pro Level Top csomagomat a Prezihez? Zárója be? Hát ez Krisztián. Borzasztó vagy. Na, akkor mondjam, vagy még van valami ö, érdekességed? Hát mondjuk lehet, hogy én is szólnék egy pár szót, de... Szóljál, Fifika! Részemről mit, mit, más van. nincs. Hát egyrészt ugye, több mint nyolc órát autóztam ma, hogy uh, időbe ideérjek Krisztián hihetetlen előadására. A, a másik, hogy, tehát egész héten, ugye ment a, a hajtás, most már kész van a festés, elkezdődött a bútorok legyártása, elkezdődött a casting, ugye hogy kiket és milyen munkakörbe fogunk alkalmazni? Illetve hát van még egy nagyon fontos dolog, ugye a, a padló, ami hát az egyik ilyen nagyon lényeges dolog, hogy az, az ipari kivétel legyen, hogy statikusan ne töltődjön, hogy az hézagmentes, tehát rengeteg ilyen hülye kritériumnak kell. Megfelelően vegyszer álló, tehát mit tudom is én, hogyha... Rá csöppen a, a tömény nikotin, akkor ne a földszinten álljon meg, mert mondjuk katalizátor még a, a padló anyaga, hanem az rendesen takarítható legyen. És fifikáiknál ezt kulák módon egy tömbből kifaragott, kihasított, 200 négyzetméteres kararai márványjal oldották meg. Hmm. Azt hittem, azt mondott, hogy medvebőrre. <laughs> <laughs> De. Tehát nem lenne túl, nem lenne túl humánus, stb. vagy medveus. 200 négyzetméter medvebőr. Úgyhogy így befordultunk, én úgy érzem, az egyenesbe. Tehát valamikor jövő hónap közepén indul a próbagyártás, és aztán a, a termelés. Hál' Istennek idáig eljutottunk. Úgy néz ki, hogy most már a... a az EU-s regisztrációs szagánk is a, a végéhez ért. Most már tényleg csak arra várunk, hogy a... a, a, a na, hogy mondják azt, aki a végső kvalifikációt végzel az összes dokumentumon, az rámondja az áment, és akkor föltöltjük a, a rendszerbe a dokumentumokat. A fő ellenőrötök. Minőség hát, igen, de ez, ez egy ilyen, ilyen hát én nem számoltam, de utoljára, amikor számoltam, akkor ilyen 220-30 oldalnál jártunk. Tehát marhára nem egyszerű a történet, és, és hát én most ugye egy kim voltam, szombat-vasárnap is dolgoztunk, mindenféle munkafolyamatokat vizualizáltunk, ez most marhára divat, de egyébként hihetetlen jó. Mert amikor megrajzolod a folyamatokat, akkor rá... jó, várjál már, még itt van egy, és akkor az az úgy, úgy, hogy uh, ilyen, nem tudom jól, jól mondom-e, én csak úgy tudom mondani, ahogy a... hogy szoktam mondani? Épp. Van egy ilyen, van egy ilyen uh, gant uh, uh, csárt. Tehát ez a tudod, ez az idővonal diagram. Igen. Na, és akkor ne tudd meg, két nap, két éjszaka böngésztem a neten, fizetősbe, ingyenesbe, van-e olyan, ami nekünk jó lesz? És aztán a végén ingyenesbe találtunk egy nagyon kis pipec programot, ami még ráadásul magyar frontenddel is rendelkezik, úgyhogy innen is csókoltatom a készítőket. Illetve Mi a neve? A Hú, Charlie, mindjárt megmondom, neked egy méhecske a. a, a mi a fenéje? A konja. Gant két évvel írják egyébként. A, erre, erre mondtam volna, hogy. És egy méhecske... Mondjad? Egy méhecske a. Megvan, kérlek szépen, hát egy nemes egyszerűséggel Gant projekt. Mert én erre mondtam alternatívának free... volna az OmniGraph nevezetű mókát, ami ugye én én e, ilyen víziószerű e, rendszerdiagramokat e, szoktam rajzolni magamnak meg másnak, úgyhogy én a mekes verzióját ezt használom, és ezt tud Gant Ábrát is, meg hát az meg hát azt tud, amit amit beleraksz ikonkészletet, tehát... Oké, okay, csak én nem, nem, nem akartam, hogy is, nem akartam túltolni ezt a történetet, tehát valami marha egyszerű ilyen folyamatábra szerkesztőt kerestem. Ráadásul ezt tud uh, Microsoft felé is, uh, meg, meg, ilyen sima uh, adatfájba is kiexportálni, és van megkes uh, windows és Linuxos verziója is. Úgyhogy én merem ajánlani mindenkinek, egy próbát megér, mert semmibe nem kerül. Úgyhogy, na ez ez volt a, a, a másik. Hát ugye a, a legszomorúbb meg az volt, mióta nem volt podcast, hogy a, a barátom, aki agyvérzést kapott, ő eltávozott közülünk. Jövő hét pénteken temetjük, és hát ezt is még azért... Emészgeti az ember, és így dolgozza föl magába a történetet. És hogy még egy ö, ö, szomorú hírt kössek be a születésnapomhoz, amiről én nem tehetek, de 1986. április 26-án, tehát a születésnapomon történt a csernobili katasztrófa. Úgyhogy a Kultúrába föltettem a, a ingyenesen elérhető ö, filmet a csernobili csatáról hogyha valaki akkor még nem élt, de érdekli a, a történet, hogy ott mi, mi, is folyt tulajdonképpen, akkor az meg tudja ezt tekinteni. Úgyhogy nézzétek a kultúra rovatot, mert egyébként egy nagyon felemelő küzdelem volt, ugye az összes balfassággal együtt, ami, ami akkor történt, és én nagyon jól emlékszem rá, hogy, hogy jó pár nappal, 26-a után tudtuk meg, hogy egyáltalán baj van. Igen, Ezt igen. Nagyon, nagyon, sikeresen elhallgatták abba az időbe, és hát salát a hegyek rohadtak meg a határokon, és, és ó, tehát, az 86, ez, ez Csernobíról szólt, áprilistól gyakorlatilag. Úgyhogy ennyi. És akkor e, szerintem e, csapjunk a lecsóba, mert arról most már azért a, a szálló rádiaktív por már rég e, belemosodott a talajba. És akkor átadom a szót neked, Charlie. aki stigmatizálódott. Igen, ahogy mondod, mert voltam olyan jó képű, jó ö, reflexzel megáldott ember, hogy amikor én szomjas vagyok, akkor iszom. Ha iszom, akkor általában csapvizet, avagy málna szörpöt iszom. Pohárból. Még Levettem. most. Igen. Ezt hozzá, még most. Levettem a poharat, rárak, oda volna az asztalra, de valahogy kicsúszott a kezemből, és innentől kezdve a, az események megállíthatatlan láncolata elindult, ugyanis a kezemből kicsúszott. Olyan szerencsétlenül ért az asztalra, hogy, hogy hogy három-négy nagy darabra tört, és én el akartam kapni, de lassabb voltam, mint a pohár törési ideje, így eltört, és én akkor értem el, és fogtam meg. Ami azt jelentette, hogy <laughs> kurvára megmarkoltam a, a törött üveg szilánkokat. utána egy hangos anyázás, és a, a baltenyerem az ott a mutató ujjamtól, a gyűrűs ujjamig egy ilyen nagy vízszintes vonal, és ránéztem, a másik kezem is össze-vissza szabdalva, a Nóri az, mi van, mi van, baj van? Hát mondom, várjál, így, tudod, így kifeszíted a tenyered, és látod, hogy nyílik szét, nyílik, még mindig nyílik, a, ah, mondom, jó, nem, nem esünk össze, nem, a vér látványától nem esünk össze, de nem is vérzik, az aztán gondolkoztam, hogy ez olyan, mint tudod, mikor a zsilletpenge elvágja az arcodat, hogy olyan éles a meccés, hogy az első pár másodpercben még nincs vér. Na ez is olyan volt. És aztán így elkezdett jönni. Oké, okay, egy Szilvia, megtelt vérrel, még egy Szilvia, megtelt vérrel. Hát mondom, a harmadiknál már azért valamit kéne kezdeni magammal. Úgyhogy elővettem a nagyon-nagyon jó kis túrafelszereléshez vásárolt, tudod, ilyen kis elsősegét csomagom, amivel van raktapasz, jód, izofólia, meg az anyám kínja. Na, mondom, végre itt az ideje, hogy használjam évek után. Kivettem gyorsan a, a tanult nyomókötést alkalmazva, és a fejem fölé polcolva pihentettem a kezemet. Úgyhogy igen, úgy néz ki, mint hogyha én lennék Jézus, csak rossz helyre kaptam volna a szöget a tenyerembe. Zseniális picsába vele, és ez így, mit tudod, így, így utazás előtt ez tök hogy mi történhet még, de tényleg, mi jöhet még? Ah. Én azt így látom ezt a jelenetet, tudod, így áll a két egy -e, ilyen gépisztolyos fickó, az, az egyik a másiknak, te nézd már. Ott egy őjjelölt Jézus. De még csak a jobb kezén sikerült neki. <laughs> és, és megállítják charlie a repülőtéret. És azt mondja, jó, én átlövöm a bal kezét. <gül> <gül> Szenvedni akarsz? Rakd a -e szavábad! <laughs> Úgyhogy kb. ez volt a... a, a, a... Rád a rúd a kezeddel. Na, igen, a mai postás élményeimet inkább nem taglalnám, mert abban tértilevény is van, meg, meg ügyvéd is idegileg ki voltam, annyira nem csak mérges voltam, de de, de megjött a a podcaster pakkunk második darabja, Hashmark 2, ugye az első Fifikának a nagyon pro broadcaster headsetje, ami a, a, én jó ö, eséllyel föladtam neki oda, ahova nem kellett volna, illetve hát a céghez, de ott nem volt senki, úgyhogy Fifika, te ma értél haza, a csomag nem oda, ahova te, úgyhogy most megy itt, a, megy itt majd a vadászat, hogy végre eljusson. Fifika ó. menekül a csomag elől. <há> Igen. Úgyhogy ez volt az egyik. Jövő hétre ez már biztos nála lesz. Illetve ma megjött Mújó, és itt előtte, adás előtt már mutogattam nektek, szerintem nagyon-nagyon fasza a, a zajgátló szivacs, a mikrofonálvány, a a rezgés elnyelő kar, minden, minden top notch, és ö, valamikor a héten ezt is majd összejövünk, hogy berakjuk, vagy beüzemeljük, vagy mit tudom is, én élvezzük, hogy, hogy, milyen a történet, és jövő héten már tényleg olyan, olyan minőséget fogunk itt remélhetőleg produkálni, hogy ezt nem lehet majd überelni, ö, és tök jó volt, mert a DPD futárnál lehetett bankkártyával fizetni. Hála Istennek, mert írták, hogy kiszámolt pénz, hát ez a kedvencem, tudod, mindig ez a futárnak, hogy adjak, mennyit adjak, kiszámolt pénz, nem tudok visszaadni. Itt meg bankkártya, és van az a terminál, tudjátok, ami alá kell írni, a, hogy kikézbesítették nektek. És az nekik valami valami adatkapcsolatos szírszar volt, és elővette egy ilyen, hát alig volt nagyobb, mint a bankkártya, egy bankkártya terminál, azt közel rakta hozzá, akkor valami adatkapcsolatot létesített, és még paypass is lett volna, de az enyém az nem az volt. Bedugta a chipkártyát, beütöttem a PIN-kódot, tranzakció elment, hello, köszönöm szépen, és, és valami hatalmas, nagy dobozba, tudjátok, mint amivel a, a, az igazi nagy zenekaroknak vannak, ezek a nagy marsal ládái, olyanba hozták ki a cuccot, és így, így kinyitom, így, így, kitömték mindenféle szarra, tehát láttam benne elektromos gitárnak a, a papírkartonját, volt benne millió meg egy doboz gitárhúrnak a doboza, Na mondom, engem átbasztak, kaptam egy doboznyi szemetet, is. túrom, túrom, túrom. Jaj, mondom, jó van, az ajánlott van minden, úgyhogy meglettek a cuccok. Nekem megjött a kis távirányító, a kábel, a, a, a detket, mindenféle szírszar, amivel, amivel mi bárhonnan, bármikor tudunk már podcast anyagot rögzíteni, és itt ragadnám meg az alkalmat, hogy, hogy ismételten a... megköszönjük először is a... azoknak, akik felajánlottak bármit, bármit, amit mi a közönség találkozón tombolára tudtunk bocsátani. Köszönjük szépen. Bizony, hogy köszönjük. Aztán köszönjük, köszönjük. azoknak is, akik a tombola szelvényeikkel gyakorlatilag játszottak és, és Valamit nyertek, vagy nem, de hozzájárultak ahhoz, hogy ezeket a csatorna fejlesztésre tudjuk a transzparencia jegyében fordítani. Tehát azért is mondtuk el ezeket, hogy ez, ez nem a DevNulba, ez nem a, a, mi zseb, a mi zsebünkbe ment gyakorlatilag, de egy borítékban itt van, és <coughs> ezeket a dolgokat vásároltuk belőle, úgyhogy ismét minőségi ugrás fog bekövetkezni. Reméljük a, a hangunkban. Mújónál Engem egy kicsit. Egyre nehezebb a dolgom. Az ja, az a mindig kipakolás, mindig összepakolás? Nem, 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 nem arra gondolok, hanem hogy egy tömött belém a, a, a high-tech, high-quality audio technikai berendezéseket, hogy javuljon a hangminőségem, és nekem már lassan elfogynak a lehetőségeim, hogy kifundáljam, hogy az egyre javuló hangminőségnél hogyan tudjam ugyanolyan szinten tartani a, a borzalmasan rossz hangminőségemet, és most már érzem, hogy fogy a talaj a lábam alól. <coughs> ö, azt is megkaptuk múlt héten, mert kérdezték egy pár, hogy hogy készül ez a podcast, mint, mit tudom, és én is akkor fölvettem ö, videóra, hogy mi az, mikor Ó, oh, semmi dolgod nincs vele, csak fölrakod, jóval. Na, na, azt fölvettem videóra. Bárány Miki legkedvencebb trollom, idézőjelben is jó értelembe vett trollom, tehát mindig ilyen nagyon jókat rak oda. Mit szenvedsz ezen? Ha, kettő perc, tíz másodperc. Azt ezt csinálod egy fél napig. <laughs> Úgyhogy igen, hát egy picit fölle gyorsítva, de <kül> látszik azért benne a küzdelem, és akkor ezúton természetesen a patrónjainknak is, is köszönjük szépen a, a támogatást hétről hétre, hónapról hónapra. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg, miről beszélünk, olvasd el a show keresd a narancssárga Patreon téglalapot, és kattints rá. Még egyszer köszönjük. 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 Mert olyanok vagyunk, mint a szódás szifon, patronnal működünk. <Szorz> <Szorz> ez, zseni ez zseniális beszólás volt, Krisztián. De tényleg köszönjük mindenkinek, aki támogatta ezt a, a dolgot. És én már a jövő héten a füles-fejes mik mikrofonos szettembe fogok itt, és nem lesz az, hogy közelebb vagyok a mikrofontól, messzebb vagyok. Én befejezném a mondatodat. Konstans Ezzel a fejhallgatós mikrofon szettel embered, fogok... emberek konstans hangminőség. Mondjad, Tudjátok, hogy az micsoda? Mondjad, Fifika, hát. hogy ezzel a headsettel, mikrofonnal fogok páváskodni a mikrofon előtt. Páváskodni. Hát az, olyan, hát az olyan, mint a pityókás kenyér. Ért, értik -e? Értik -e? Azt is, és azt is értsétek meg, hogy ez egyébként a legnagyobb, hogy mondjam, a legnagyobb küzdelem egyébként nekünk mindig mújó a képletben, mert ő pont ezért, hogy nehogy az legyen, hogy túl sokan ébren maradnak, ő mindig szeretné stagnálva megrendezni az adást. Jó az úgy, Csáli és, és neki ez egy picit mindig fáj egyébként, hogy valami, valamit újítunk, de is aztán mindig rájön, hogy ú, ez pedig tényleg baromi jó, úgyhogy a végére mindig megszereti, a végére mindig megszereti, úgyhogy <kül> neked már valami pitch-tifter kell majd a hangodra, ami, ami azt a, ezt a nagyon mély ö, regisztert ezt belőled valahogy kigyomlálja, vagy lehet, hogy a következő támogatásból majd egy ilyen hangszáll operációra beíratunk, ahol egy picit megrövidítjük oh. a hangszállatot. Hát nem is mondtam, mi történt velem a héten. Hát, na tessék! <laughs> oh, Jó, a következő, amit Krisztiánnak szeretnénk venni, az egy, mit <coughs> mondtam a héteni <laughs> Igen. Na ezt Krisztián! A hangomról jutott eszembe, hogy múlt hét szombaton meghívást kaptam egy ösztrosok partira, ahova el is mentem, és viszonylag ködösek már az emlékeim, de azt hiszem, hogy egyedüli férfiként voltam a Várj a, a Várjál, Krisztián, hogy milyen parti? Azt mondjad már, légy szíves, lassabban, mert én gyerek vagyok, baszki, én nem értettem, hogy mit mondtál. Milyen sokkon voltál? Ő ösztrosok néven szokott futni egy visszatérő hölgyeknek szóló parti. <laughs> Amire sikerültem menni. A már lány lettünk, az anyám szentségi nem lettem lány, csak meghívást kaptam. Már régóta beszélgettem a húgommal erről, hogy egyszer elmegyek vele, és most elmentünk bulizni, és karaokiztam, képzeljétek el. Nem ne hiszitek boss. el. Mit énekeltél? Mondtad nekik, hogy figyeljetek már, puszi van, nincs. Nem, 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 hát már nem voltunk szomjasak, igaz, én egész este vizet ittam, de előtte édesanyámnak a szülinapját ültük, és ott egy kicsit sikerült a kelleténél jobban beboroznom, és ezért hiába itt a este az ásványvizet, vizet a, a, bulin, igazából nem annyira sikerült leszorítanom a hangulatomat, és a hugom is jó hangulatban volt, és azt mondta, hogy te karaokizzunk már, és én már tényleg voltam olyan jó hangulatban, hogy oké, okay, <laughs> és, és ha, már, ha már megvan az indulat, akkor ott nincs megáll, úgyhogy kértünk magunknak a polisztól egy Message in the Battle-t, és aztán hogy-hogy nem úgy alakult, hogy a húgom elment táncolni, és pont én kóricáltam ott egy szám magamba, amikor elindult, és így körbenéztem, mondom, basszus, a húgom sehol, vagy valami, ezt azért nem hagyjuk veszni. De Krisztián ez az volt, hogy, hogy, hogy azt mondta, gondolom a Ginával voltál, uh -huh. hogy így azt mondja a Gina, hogy Krisztián, hogyha elmész, én is megyek veled énekelni. Jó, jó, akkor megyek én is. akkor De ak tényleg jössz? Persze, persze, megyek én is és aztán amikor azt mondják, hogy és most színpadon a két pifko, is így körbenézel, Gina sehol. Ismétlem, a két pifko! És fölballagsz egyedül, hát most már nincs mit tenni, baz meg, akkor egyedül beszopadtak. A két pifkóról is eszembe jutott valami, de nem, 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 nem így történt, hanem azt mondta a karaoke felelős DJ hölgy, vagy nem tudom, hogy mi a neve, mi a titulusa annak, aki ott a, a számokat kevergeti alá, hogy egy fél óra kb., mert sok szám van benne. és akkor lementünk ott táncikálni, meg ilyenek, és mondtam Ginának, hogy megnézem már, mert szerintem nehogy lemaradjunk. És fölmentem, és akkor abban a pillanatban közölték, hogy kezdődik, és akkor mikrofont ragadtam. Nem tudná és belőle egy tíz másodperces kis tízert adni? Nekem szerintem nem, mert az van, hogy megpróbáltam az altató hangomon énekelni, és annyira hamis volt, hogy már nekem fájt, Úgyhogy átváltottam egy ilyen két és fél oktával főjebb, és nem viccelek életembe ilyen magas hangon még soha nem énekeltem, talán Krisztián Léci. Utoljára. Léci. Nem, 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 egy nem. Sor. Ez, e, nincs, nincs, az a bor mennyiség, illetve hát mint a gyakorlat mutatja, van, van de ne haragudj, nem. <laughs> Jó, de most már akkor tudjuk, hogy neked a, a bor a kriptonitod. Úgy tűnik, úgy tűnik. És a vicc az az volt, hogy tényleg ilyen Jimmy Summerville bronzki beat hangmagasságba énekeltem. Öt komolyan nem viccelek. És az volt a vicc, hogy ugye nem tudom, hogy az tiszta volt-e, de lényegesen tisztább volt, mint a, a, a normál eredeti regiszterben, és az már nem fájt. Úgyhogy békésen elénekeltem. És a végén ez, ez, tapsoltak, ez vagy dobáltak? Nagyon kedvesen tapsoltak meg mindent, tehát hogy úgy nem, nem, nem alakult ki lincs hangulat. Hát ez Ügy, én, én, én sikernek könyveltem el. Hát baszki, Fifika, hogy mikről maradunk le? Ugye? Krisztián két és fél oktávval fejjebb énekel. Át. Na, csapjunk bele? Na, majd elmegyek én egy székely karaoke barba. azt megnézem, hogy ott mi... Jaj! Jut, eszem. Jut eszembe! <hállt> <hállt> Jó? Ja, a mai nap, nap címe lesz a jut eszembe. Mondja jut, esz, jut eszembe, jut eszembe. Me a helyzet. A el, hogy mit, mit láttam. Tehát én, ettől ledermettem, és utána rákérdeztem, hogy, hogy ez, ez mi? Van egy ilyen intézmény székely országban, állítólag egész Romániában úgy hívják, hogy nappali bár. What? Van ilyen nálunk? Hát régen a téni diszkó, talán. Nálunk éjjeli edény van. <laughs> Nappali bár, tehát bemész, és mint ott be van sötététve, minden olyan, mintha egy ilyen éjszakai bárba menni. Csak nappal van. <laughs> hát az olyan illúzió rombol, hogy kijössz, egy <laughs> kakoskoc, jaj, 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 mint a vámpírok. Na mindegy, hát ez, ez ott így műk, és lányok is vannak állítólag, én még nem voltam, de majd ha megyek, akkor uh, na abból csinálok neked tízert Charlie. De most de akkor száll. ez azt jelenti, hogy te legálisan nappal bekarmolsz? Yeah! Ja, de ez ez király! Ez majd arra időzítjük, <laughs> mikor kivegyünk gyárlátogatásra mújóval. Oké. Okay. ez minek bár, ez elég egy kis közért. <laughs> Meg a redőnyt lehúzni. Vagy a zsalukat befordítani. Vagy becsukod a szemed. Csukod szemmel is. Szegény ember vízzel főz. Ennyi. Oké. Okay. Na veres. Két veressük. és fél pifkót elmesélem még nektek. Oké, okay, akkor tényleg feladom a mai nap adásmenetét. Bedobtam. Mondjad. Ez úgy van, hogy az én apai ágon a dészüleim, azok cirkuszosok voltak, és kutyaszámmal, kutya léptek föl. Kész. Hát én, én itt, itt, végem van. Itt végem van. Hát, hogy még, még, én, vagyok azért, akivel aki, mind, aki már minden volt. Pifkó Krisztián. Ezek Igen. a dédszüleim, semmi közöbb hozzá. Az és, a... és uh... csak úgy örökbe fogadtak. Na, jó. Jaj, beugrott nekem a Tomis és Gyarit, tudod, és most következik az egy húros gitáron játszó Neonáci. <coughs> 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 még Christian, tudod, a, 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 szomorú bohóc is hegedül. <tos> 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 Idióta. <tos> <tos> olyan témákat tózd be, meg, jaj, na mondjad. Az élet a legnagyobb móka, mester, hát most mit csináljunk? De a lényeg a lényeg, hogy a déd nagyapám a testvérével lépett föl, és az még csak két pifkó lenne, de a többféle kutyájuk is volt, de volt egy számuk, aminek az volt a címe, hogy a két és fél pifkó, és akkor a legokosabb kutyájukkal ők léptek föl. És egyébként tök vicces, a múltkor láttam már ilyen, ez a szépiás, megsárgult, ezer éves kisformátumú fénykép még azokból az időkből és skót ruhába, skót szoknyába, meg skót ilyen nemzeti szerkóba voltak beöltözve, és a kutya is. <laughs> és a kutya két lábon, a két hátsó lábon volt, és ez volt a szám, hogy a két és fél pivkó. Úgyhogy így. Ez a zseniális <laughs> baszik, Én egyébként messze estem a fától, mert nem kifejezetten vagyok oda a cirkuszi számokért. Úgyhogy lehet, hogy forognak a sírjukban, de, de se baj. Minden esetre. Ez most így beugrott a, a két pifkó alapján. És a bohócoktól is üh, inkább a gyomrot szorul össze. Igen. Túl sok Stephen King-et olvastunk. ezt akartam mondani, igen. A, meg szeretném kérdezni, hogy van-e valakinek még valamie, amit elfelejtett -e, <coughs> vagy, vagy ha nem, akkor azt tartsa meg magának. Jut eszembe, Charlie, nem volt nekünk valami adásmenetünk már? <coughs> Ó, hogy úgy szaladjál a WC felé ahogy én azt gondolom na én akkor elkezdem, nem érdekeltek maximum kikapcsolom a sávotokat első és legfontosabb javított felirattal kint van a VHX-en a film, fuck yeah ó oh yeah. Oh yeah. csak egy vasárnap kellett hozzá igen, a legnagyobb ö, 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 dolog az, ö, az ö, hát azt mondanám, hogy a tiéd de hazudnék Igazából, hát ja, mondjuk. De hozzátehetjük azt is, hogy Éronnak, hogyha itt lett volna, akkor egy szöges péniszkorbács járt volna, mert miután megemlítettük neki, hogy valami nem jó a felirattal, ó, valóban emlékszem, beraktunk két snittet a végleges verzió után. <laughs> Oké, okay, köszi, faim vagy, <laughs> de, de Christian ö, sikeresen kikalapálta belőle a. Hiányzó sortöréseket, a mindenféle értelmezhetetlen karaktereket, illetve normálisan leidőzítette, hogy ott a, a feliratok normálisan megjelenjenek ott, ahol csak ezek a felvillanások voltak a, a, a premieren, mert azért, mert megjelent ott valami név, vagy, vagy bármi más ilyen dolog miatt, hogy most már millió százalékos tisztaságú a magyar felirat, és nem tudjuk ezt mindegyikről elmondani, mert még a franciával is küzdenek, úgyhogy három nyelv van fenn, ugye a norvég, francia és a magyar, de a miénk az egyetlen hibátlan ultimate verzió, <kül> És ez már teljes egészében úgy mondanám, hogy a mi feliratunk, mert ugye annak idején errónék ezt kiadták egy fordító cégnek, hogy az angolból fordítson magyart, és a premierre úgy kellett gatyába ráznunk, hogy akkor még nem láttuk a filmet, illetve hát én Igen. láttam majdnem fél évvel korábban, de hogy nem, nem, nem volt mivel összenézni, hanem csak így kvázi vakon kellett dolgozni vele. És most, hogy így már viszont kim van a VHX-en a film, így végig tudtam menni, hogy minőségileg is, meg szövegileg is mindent összeegyeztessek, és hallgassam, hogy mit mondanak menet közben, meg ilyenek, úgyhogy most már abszolút a, a mi feliratunk csuda szép. De hogy fifi összezavarjuk, ne VHX-nek, mondjuk, hanem VHX-nek. Ja. Oh. Kint van a olyan rendes volt ez az éron, amit neked is mondtam, hogy mondom, kéne nekünk egy egy screener, hogy le tudjuk vele időzíteni. Másnap megjött jó ár, akkor írtam neked, hogy megvan, de akkor te már megvetted. Na jó, mondom, akkor én megnézem tévén, hogy mi van elbaszva, de a screener nem megy tévén, úgyhogy jó, semmi gond. Jöttek a problémázások, hogy hogy lehet megvenni, lehet a Paypalon, és a többi, és a többi, és a többi. Na, akkor mondom, csináljunk egy videót. Tudod, hogyan lehet megvenni a filmet. Úgyhogy megcsináltam azt, kínosan ügyeltem, hogy pixel pixelről, pixelre, kockáról, kockára haladtam, hogy nehogy valahol meglátszom, megmaradjon a bankkártyám adata, mert akkor szívinfartus kapok, hogyha valaki a kártyámról veszi meg magának a filmet. De ez is megvan, még sincs este. Aztán annyit plusz infóként ugye, hogy nem rajtuk múlik, hogy lehet-e vagy nem lehet megvenni mondjuk Paypalon, de annyira nem lehet nagy gond, hiszen a Paypalhoz kell egy bankkártya, meg egy bankszámla, úgyhogy akinek, akinek van Paypalja, az már egyszer használta a bankkártyát, tehát meg tudja venni. Annyi apró pici probléma van, ezt már Éronnak is jeleztük, de én a vhx el is elkezdtem levelezni ez ügyben, mert hogy ugye meg akartam nézni tévén, és ott van egy ilyen legördülő menü. De szerintem ez Androidon is így van. Apple TV-n legördít az ember, és ott van, hogy felirat automata, vagy kikapcsol, vagy bekapcsol. Bekapcsolom, automatára rakom, bárhogy rakom, nincsen felirat. Úgyhogy írtam nekik, hogy dafak, mert hogy megvettem, de nem látom. Igen, igen, tudnak róla, hogy ez az ő hibájuk, mert valami ott még a, a, a kliensekkel még nem. Száz százalékos, de hogy böngészőből tökéletes. A rokút meg nem tudom, mert azt itthon nem is nagyon használjuk. Adás előtt fölmerült, Krisztián említette a krómkasztot, tehát hogyha valaki nagyon akarja, akkor át tudja lőni így a tévéjére krónkaszton keresztül, és úgy megnézni nagyban, vagy, vagy megnézni a számítógépen, Öv, és akár meg is lehet, ugye úgy, osztani, vagy megajándékozni valakit, hogy mondjuk Fifikának megvehettük volna így, hogy születésnapjára megkapja így időzítetten egyszer megnézhet őset, vagy a fullos verziót, de ezt nem tettük meg. De, de ezt is meg lehet tenni. És, és körülbelül ennyi a, a teljesen jó hírünk ezzel kapcsolatban. Tehát aki eddig panaszkodott, hogy messze voltam, nem jutottam el, fájt a hajam, szült a kutyám, mit tudom is én az most minden elhárult, minden akadály elhárult, és meg tudja most már nézni-venni. Egy picit drágább, mint amennyi volt ott a helyszínen, de megsporolja az utazási költséget, meg a fényes lépőnek és a szép ruhának az árát. Úgyhogy, amint említettem már ez sokszor, akár kondenscsikos alsógatjában patogatott kukoricát majszolva is lehet nézni ezt a dokufilmet. Egyébként tök jó hangulata van egyébként, nem? Megnézted a, az ajánlót, amit jimmy mondanak föl ott előtte? Nekem az is nagyon tetszett. Én azt nem néztem meg, én a filmet néztem meg, ugye ez most már harmad, harmadik alkalommal megérintett a mai napig. É, ja, és, és jó pofa, hogy, hogy, ugye adják hozzá még a, a, a mozipostert nagyban, valami három megás adnak egy külön budget, hogy megvettem digitálisan a filmet, De millió egy ö, dolgot, ö, ahogy tudják, kiszolgálják az emberek igényeit, úgyhogy szerintem egy jó kis, jó kis pakkot kapott az ember, ott a 4K-s tízertől kezdve minden ö, szírszar megvan. Reméljük, hogy a VHX is hamarosan frissíti a klienseiket, az androidost is, meg, a, meg az apple TV-re való iOS kliens is, és akkor, akkor már ott is feliratostól mindenestől lehet ö, gyönyörködni benne. Én egyébként azon gondolkoztam, hogy ennyire problémáznak az emberek, ahogy természetesen azóta is minden nap jó magyarként lehet problémázni, hogy egy dokumentumfilmnek baz meg az a dolga, hogy izé, tájékoztasod, és is, nem ingyenes, és a kurva életbe. Mekkora paraszt mindenki, aki nem teszi elérhetővé ingyenesen. Szóval csinálhatnánk, legközelebb, ha csinálunk valamilyen összeröffenést valahol, akkor olyan helyet, ha keresnénk, ahol van ilyen nagy vetítővászon, meg projektor, vagy mit tudom is én, akkor csinálhatnak egy ilyen közösségi mini ABL vetítést is, valamelyikünk kontójáról szépen ott bejelentkezünk, és megnézzük online 10-15-öd magunkkal, vagy akárhányan, ahogy ahogy éppen adja a helyzet, és akkor a, akkor aki nem tudott eljönni, az, és akkor itt, tudod, így beszélgetnénk róla, néznénk, én néz, <laughs> ott a Pifkónak a neve a filmen, de durva. ú. ki ez a csávó, Lehetek a haverod, meg ilyenek. Szóval, ilyenbe is benne vagyok bármikor. Úgyhogy, ja, nem lehet mit kezdeni azzal egyébként, hogy, hogy mindenféle szírszar oldalakon, meg torrenten, meg Youtube-on, meg kinyám. fönn van. Egyébként de lehet mit kezdeni, mert Éronék már ö, megállapodtak a Youtube-bal, tehát ezt automatikusan szűrni fogja, és ö, aki oda aki azt még ö, le is fogja tiltogatni, ugyanúgy, ahogy a Blackit meg engem is ö, megjutalmaztak. Egy fél éves bannal, legjobb esetben. Aztán, ö, aztán ennyi, nem tudom, hogy van-e valami észrevételetek még ezzel a témával kapcsolatban. Nekem van, mert ahogy keveredik kifelé a, a különféle letöltős helyekre, meg ilyesmire folyamatosan felüti a fejét a, a közösségen belül, hogy áh, itt van, és smiley és így emberek örülnek neki, hogy, hogy ott van, és időnként még viták is kialakulnak belőle, és a sok meddő vitatkozás után azon gondolkoztam ma, hogy hogy lehetne igazából ezt a legegyszerűbben megfogalmazni, hogy miért sútyarákság ellopni a Billion Lives-t mint olyat, és és azt hiszem eszembe jutott a, a megoldás, amit talán közérthető lehet. A hallgatóságunktól nem tartok attól, hogy nem értenék, hogy miről van szó, de az van, hogy Aaron nem egy filmstúdió, Aaron nem egy személytelen valaki. Aaron éveket áldozott a saját és a családjai életéből arra, hogy a saját pénzükön körbeutazzák a világot, beszéljenek mindenkivel nagyjából, aki él és mozog a témába, és nem összecsaptak egy filmet, és aztán egy oda tették, hogy nesze itt van egy film, hanem tényleg, hát mennyit kampányoltak szana a, a eljöttek Varsóba, elmentek, tartottak magánvetítést a, a Fehérházba a, a, az ottani, az amerikai szenátoroknak, leveleket írt, tehát igazából ő messze túlépett azon a kereten, ami, ami mint egy filmkészítőnek a, a Pusztán a feladata lett volna, beleszeretett a, a témába, és az elektromos cigaretta ügyének egy nagyon-nagyon hangos és nagyon-nagyon fontos zászlóvivő évé vált itt ezen az úton. És az, hogyha valaki, persze, simán van, hogy valakinek nincsen 1200 forintja, hogy kikölcsönözze a filmet, vagy nincsen 4000 forintja, hogy megvegye a filmet, de könyörgöm, ne lopd el, ha ellopod a filmet, meg még terjeszted, meg vigyorogsz rajta, terjeszted a, a torrentes linkeket, meg stb., akkor alapvetően egy kibaszott jófej emberrel baszol ki, akit ráadásul sokunknak sikerült személyesen is megismerni az alkotókkal egyetembe. Tehát, ha megfordítom az egészet, ha megveszed a filmet, akkor alapvetően egy egészen jelképes összeggel emeled a kalapodat, amellett a munka mellett, ami nem csak a film elkészítéséhez kellett, hanem amit azóta is ütik a vasat, és tolják, és kampányolnak az elektromos cigaretta jövőjéért. Tehát, hogyha arra nem vagy képes, hogy megtiszteld őket ennyivel, az szerintem egy brutálisan nagy szegénységi bizonyítvány. Ha nem tudod megvenni, neved meg, de ne el, kérlek. Ez, ez, ez jutott nekem eszembe még az egészszel kapcsolatban. Arról, amit mondtál, az jutott eszembe egyébként, hogy <kül> hogyha, hogyha az van, hogy, hogy valaki megcsinál egy filmet, és kiadja, és amit beszéltünk is, hogy ez nem a, tehát ez nem a bevételszerzés miatt kell nekik a pénz, hanem hogy, hogy mondjam, egy picit a kárenyhítés, na, tehát az a 60 ezer mérföldre pülgetés, és a többi, és a többi, meg, meg az, hogy amit, mi tudunk, és nem nagy képűségből nem mondjuk el, hanem, hanem minket is kötnek ö, dolgok, vállalások ö, eronék felé, de mi tudjuk, hogy, hogy a Billion Lives az nem valaminek a vége, hanem egy folyamatnak, egy valaminek a kezdete. És a valaminek a kezdete alatt ö, kacsintva azt is lehet érteni, hogy, hogy lesz majd egyszer valami, aminek lesz, tehát ennek a filmnek lesz valami folytatása kicsit más témában, kicsit más aspektusból megközelítve, egy kicsit más dolgot, de aminek valamelyest van kapcsolódási pontja ehhez. És hogyha most képzeljük magunkat a helyzetébe, ő küzdgürizik ezzel, aztán neki nulla bevétele van, és megint mondjuk olyan, mint hogy, tehát hogyha neked van x forint bevételed rendszeresen és nem rendszeresen, mondjuk te kapsz százezer forintot azért, mert valamit csináltál. És utána jönne neked valami bevétel még, hogy hogy csinál tovább és, és készítsél még valamit. De Magyarországról nem jön, mert mert, mert le tudjuk torrentezni. Felirat nélkül ugyan, de le tudjuk torrentezni. Semmi értelme ugyan, de le tudjuk torrentezni. És, és akkor lehet, hogy azt fogja mondani a következőnél, hogy én nem erőltetem meg azon magam, hogy tehát minek mennék el hozzájuk, minek csinálnék újra egy premiért, vagy minek fordítanám egyetemre le az ő a Gyerekek. Mondja pénzt, elvisz, egyetemre Igen. Mennek a gyerekek előtt. Igen. Tóbb, Igen. Tehát akkor minek erőltessen meg magam, hogy vigyem el oda, ahova nem is ö, áll érdekemben, mert nem volt olyan a fogadtatása. Ö, amit hála Istennek, hogy ezt nem tudjuk elmondani, mert egyébként baromira-baromira tényleg mindenki annyira kedves volt velük, akivel találkozott itt, hogy nagyon jó élményekkel távozott. De de szóval mindig lássunk egy picit tovább az orrunknál. És én nem, nem hiszem el, hogy én egyébként egy csomószor nem azért veszem meg, mert ne, le tudnám torrentezni a faszom X programot de azáltal kapok egy olyan nyugodtságérzés, hogy megvettem a, a készítője, kapott egy feedbacket, kapott valamit azért, hogy ő dolgozott vele, és lehet, hogy még fog is, frissíteni is fogja mondjuk azt. És egyébként nem jobb az, hogy, hogy nem kell szenvedni vele, hogy tudod, mint régen volt divat ez, hogy, hogy megveszel valamit, akkor még a DVD volt a menü, megveszed DVD-n eredetibe, vagy torrent oldalról a kamerás verziót, ami még egy picit az elején zörög, egy picit szaraszín szín helyessége, vagy esetleg letorrentezett, tudod ez, a, ami még régen volt divat a 1,7 giga, 50 felé szétrarolva, azt te utána összetömöríted, azt te átmásolod egy könyvtárba, azt te egy pendrive-on beviszed a izébe, a, a tévébe, és akkor úgy nézed meg, tehát egy csomó plusz fölösleges körfutásától megkíméleszt téged, és kapod ezeket a kis apró kedvességet, hogy olyan, olyan, olyan kész egész, hogy hogy itt egy ilyen kis apróság, hogy kapsz egy ilyen jelvényt, kapsz egy köszönöm üzenetet. Nem tudom, neked jobban megfogom. Tehát jó érzés birtokolni egy ilyet úgy, hogy te oda tetted magad. Nekem bőven elég lett volna, tehát a screener semmivel nem volt szarabb egyébként, amit kaptam, mint a, mint a gyári végleges verzió. Tehát fektettem volna, hogy akkor mindig egy kurva linkre kattintok, és onnan nézem meg, de nem. Megvettem, mert azt szeretném, hogy ott legyen az XYZ eszközömön, így meg akarja valaki nézni, öpp, várja, itt a telefonomon a kliens, pak, és mutatom neki. És ez tök jó érzés. Ezzel is lehet egy picit evangelizálni, hogy, hogy nem tudod, miről van szó. Jó, gyere, akkor valamikor van egy másfél órád, akkor üljünk le, azt nézd meg ezt a filmet. Például. Tehát én ilyen szempontból is. Ezt akkor mi van? Kifizettem. Nem, nem ezen múlik a, a, boldogság. Elhiszem, hogy valakinek nem jut rá, csak, csak akkor az, akkor, akkor tehát valamiből megveszi az ember a likvidet is, az alap, tehát bármit, ami... lenne, ha hallgatna. Hát igen, igen, igen szintén ma volt, még valami eszembe jutott egyébként ezzel kapcsolatban, el akartam mondani elsőre is, csak akkor nem siklott arra a vágányra a fejem, hogy azzal, hogyha megveszed vagy kikölcsönzed a Billion Lives-t, alapvetően az elektromos cigaretta ügyét támogatod globálisan, mert mi tépetjük hetente a hangunkat, nyilvánvalóan nagyon messzire nem jut el, a Billion Lives egy egészen más kategória, és láthatjuk, hogy mi történt Új-Zélandon, stb. 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 Én azt hiszem, hogy az elektromos cigaretta ügyéhez jó esően megmerengeti az ember szívét, hogyha egy kicsit hozzá tud járulni ő is. Ez az egyik, ami eszembe jutott. A másik, meg az, amit mondtál most az előtt, hogy, hogy valaki mondta a Facebookon, hogy Tehát, minél többen látják, annál jobb, és egy csomóan nem tudják megvenni, és ilyesmi te nem tudod nekik megvenni. Ha ismersz embereket, akik nagyon szeretnék megnézni, és nem tudod, hogy nem jutnak hozzá, 1200 forintért lehet ajándékba venni neki egy kikölcsönzést. Ennyi. És az egyébként pont olyan, mint a mozi. Tehát a, a, a mozifilm se olyan, hogy, hogy, izé, hogy várja, most elmegyek, kulázok egyet, meg, meg megnézem 80 részletbe, meg megnézem ötször, egyszer megnézed, mintha elmennél a moziba, egy kicsit rákészül az ember. Ez az egyik része. A másik pedig, hogy. És ezt pont most átlapoztam a, a, a Facebook csoportra, és sajnos, sajnos nem a mi oldalunkon, tehát nem egy magyar oldalon, ott is megtaláltam, megint levették. Ennél kezdődik a, a Torrent oldal neve. De egyébként tiltó listán van náluk, ez a fura. Tehát addig ott a kérdőjel, és én ezt nem értem, hogyha valami valamit valaki föltölt, ami tiltólistás, és ott van a kérdőjel, de ettől függetlenül ugyanúgy le tudják tölteni az emberek. Mert valaki nem hagyja addig jóvá. Tehát, mert mondták nekem, hogy de tiltólistás, tehát nem hagyták volna jóvá, de akkor miért lehet letölteni? Nem értem ja, a, hát ez... a működést. Igen. Viszont sajnos megtaláltam a, a, a kalózhajón is, és az be is linkeltem Éronnak, el van ezen egy kicsit kenődve, nem tudja igazából, hogy mit lehetne tenni az egész kalózkodással. Florence megkérdezte tőle, hogy nem lehetne esetleg a VHX-el valamit kitalálni, hogy ők lépjenek föl ez ügyben, de hát az volt a válasz, hogy igazából a VHX-et nem érdekli a dolog, mert hát náluk fönt van, aki akarja onnan megveszi, és a legfontosabb dolog, amit úgy mindenki egy picit vegyen magára. Azt mondta Éron, hogy hogy sajnos nem lehet ezzel mit kezdeni, nem érdekli a VHX-et, egyedül vagyunk. Nem ő van egyedül, mi vagyunk egyedül. A mi ügyünk, ő, mint ö, dokumentumfilm készítő, megcsinálta a filmet, de, de mi egy szerves részét képezzük az egésznek. Tehát mi egyedül vagyunk ebben, legalább magunk alatt ne vágjuk a fát. Magunk <laughs> alatt ne vágjuk a fát, tényleg. Hát, napokat, órákat, heteket beszélgettünk át, hogy mit lehetne hogyan jobbá tenni, azt akkor belevasszunk így a vezébe a ventilátorba belefosunk. Szerintem nem nem kéne, de azt mondom tényleg, aki, aki azt mondja, hogy az X vagy Y-t érdekli, jó, akkor kölcsönözt ki neki. Ha meg, ha meg az is sok, akkor az olyan is van. Akkor ha csak tényleg négy hónap múlva megveszi, havonta ezer forint, az Hetente 250 forint. Ennyit kell félre rakni. Hetente. Hívd át a haverokat, és dobjátok össze. Az, amit, pont, amit mondtam, ez a, ez a kalákában ja. a filmet nézni, mindenki dobjon bele egy ezrest, azt akkor valakinek a kontójára megveszitek, és utána életetek végéig tudjátok nézni, vagy mutogatni, vagy, 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 vagy bármi. Hát, lehet ez csak akarni kell. De meg mindig, tehát mindig, mindig, egy olyan lépcső fog ott lépünk meg, nem tudom, hogy máshol, Franciaországban, Németországban, Angliában. Tehát valahogy a németek annyira nem aktívak ezen a, ezen a közös cseten. Leginkább, ahogy látom, francia, a norvég, vagy nem is tudom, a, a Lisbeth az, az most milyen nemzetiség valami. Viking. Viking, Viking ennyi. Legyen Viking, aki most egyébként valahol Kanári-szigeteken héderel, meg mi és akkor ennyi. Tehát mi próbálunk egy picit valahogy ötletelni, hogy hogy lehet életben tartani a dolgot, azt akkor, akkor utána, amit mindig, hogy de miért nem van a film elvive a tatabánya külsőre a kertmoziba, aztán utána, amikor itt van ez, akkor de miért nem ingyen, meg miért nem a Youtube-on, mert ott van, melyik volt az a film, Krisztián, amit tudod, a Youtube-ra toltak föl, ugyanígy dokufilm volt, egy picit. Igen, kis igen, igen. Késő. Beyond Clouds vagy valami hasonló. Igen, igen, valami ilyesmi volt, igen. És hol van, fiúk? Vagy mi van? Tudtok róla? Nem. nem. Mert az így lepörgött két hét alatt, az jó van. De aki meg ezt nem akarja, akkor nézze meg azt. Ingyen. Szóval mindig az kell, ami nincs. Mindig az kell, ami nincs. Ez nagyon jó. Hát képletesen, képletesen. É, és hogy fájdítsam a szíveteket, tényleg, Krisztiánnal is, meg nálam is, itt van a felirat feliratfájl. Sose lesz nálatok. Hát ennyi. De egy szemét láda vagy, Csárli. Is. Is. Kétszer. Is. Holnap is. reggel 8-tól 10 bele lehet hajítani engemet a napba. Jelentkezőket várom libasorban. Ja. Na, de hogy ráfűzzek én is erre a, a film sztorira, beleolvastam egy-két csoportba, bár ne tettem volna. Az oh, 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 oh. szok... elvet Ez elvett az életedből legalább egy fél évet, baszd meg így, a amit... így. Szoktam mondani magamba. bár ne tettem volna. Nem is értem egyébként, hogy, hogy az embereknek hogy áll össze a fejében. És nagyon sokat gondolkoztam rajta. Ugye volt 8 órám hazafelé. Miközben, egész úton olyan, hazafelé, azon Egész úton hazafelé ezen gondolkodám. miközben egyébként aljas módon, mocskos kommunista Moldova Györgyöt hallgattam a Bűn az élet című örökbecsű könyvét, ami ugye a rendszerváltás előtti rendőrségről, és hát kifejezetten a, a cigány szó. Na mindegy, ez, ez egy mellékszám. És az, azon gondolkoztam, hogy, hogy, ahogy bővülnek a csoportok, és hogy jönnek az újabbnál újabb tagok, akik mondjuk így nem, nem azt mondom, hogy nem harcoltak, de nem élték meg ennek a, a vaper létnek a, a legelejétől az idáig tartó összes gírbe-görbe útját, leágazását és harcait és megmozdulásait, azokat piszok könnyű falhoz állítani egy-egy ilyen, hát nem is tudom minek mondjam, ilyen populista beszólásokkal. És szóval ami engem meg, megragadott, meg nekem azért lássuk be, tehát nem véletlenül hozom fel a témát, de nekem szarul esett uh, konkrétan, az uh, meg, megpróbálom így összegezni ezt, a, ezt a, az okádék masszát, amit így volt szerencsém uh, végignézni, aminek az volt a lényege, hogy uh, az, aki az EU-s rendszerben regisztrál, és mondjuk a piacon ott akar lenni, az tulajdonképpen a vaperek ellensége. <laughs> és van néztem ki Ez a főnből, mondom, és tudod, és akkor így még jöttek ezek a, a hogyan szopjuk egymás faszát kezdetű megérvényrítmusok. De jó, végre valaki kimerte mondani, te izé, hú, de hú. Mi van? Tehát, hogy, hogy érted, született egy iszonyatosan szar szabályozás. Ezt látjuk mindannyian. De ennek az iszonyatosan szar szabályozásnak basszus, és most nagyon durva és vulgáris leszek, a kurva nénikédet, a, már annak érted, aki, aki használja a, a terméket, és nem látja be, hogy az a fajta ö, szarkevergetés, ami ment idáig, az nem mehet tovább egy olyan piacon, ahol ahol az, az egészséged a tét. Tehát ennek a szarszabályozásnak van egy olyan része, am, amivel mindannyian küzdködünk, mert rosszul ö, szedték össze, mert Kurvára nem ért hozzá senki, de nem leküzdhetetlen akadálya az, hogy beszerezd az összes kurva aromagyártótól az összes receptet, miután kötöttél vele egy titoktartási eh, egyezményt, hogy kiszámolt 10 ml-re az összes kurva kasszám mennyiségét a likvidedbe, hogy bizonyítsat, hogy honnan szerzed be a, az aromáidat, mikor lejárattal, a nikotint honnan veszed meg, a PG végét honnan veszed meg, Mikor lejáratta, hogy a gyártáshoz neked lot számod legyen, hogy a gyártó ö, ö, helyed az olyan legyen, hogy, hogy oda nehány hányni járjon az ember, hanem, hanem úgy nézzen rá, hogy az na, az tényleg tiszta, frankó, onnan tényleg én nagyon szívesen vásárolnék terméket, mert tudom, hogy betartják az összes előírást. Érted, hogy ebbe az irányba halad a szabályozás, és a fogyasztó mondja azt, hogy ez nekem nem kell, bazmeg, meg, nekem, nekem olyan kell, amit a disznó végébe össze löttyint valaki, és akkor majd én azt jól elszívom, és milyen kurva jó lesz, és én vagyok a faszza ellenálló. Ezt elképzeltem. Ezt, ezt, a hozzáállást, bazmeg, meg, e, tehát nem értem, érted? Én, mint egyesületi elnök, mint aki a fogyasztók oldaláról kell, hogy megközelítsem a, a kérdést mindig, én azt látom, hogy egy csomó fogyasztó annak drukkol bazd meg, aki ellenőrizhetetlen körülmények között valamiből valamit előállít, és semmit nem tud róla a dokumentációt adni, maximum annyit, hogy kiteszi a, az oldalára, hogy a pégét meg a végét milyen ö, biztonsági adatlappal vette meg. De, De hogy ezt neki... hogy kezeli, hogy keveri, hogy állítja össze, ki az, aki hozzányúl, mikor csinálták, mikor jár le mi az összetétele, biztos, hogy nincs benne izé, mert ezt föl kell tölteni egy kurva EU-s adatbázisba, ahol bármikor átpiríthat valaki, hogy na de öcsém, hát te várjál már, hát ez, ez mi, mi, mi ez, amivel keversz. Tehát, hogy nincs ellenőrzés, hogy ez kurva jó neki. És, és ett, ettől nekem komolyan mondom, föláll a farkam, és nem csak a magam nevében. Remélem, nehéz, remélem de... hogy nem az, hanem a szőr a hátadon. Ha, akkor az, de, de, csak, de, de hogy nem, nem minden csak minden a magam még ezt beértett, hanem, hanem hogy tudom, hogy még rajtam kívül vannak olyan uh, magyar uh, illetőségű műhelyek, akik tényleg a belüket kidolgozzák azért, hogy, uh, hogy uh, a magyar piacon uh, bentarthassák a termékeiket, és most nem arról beszélek, hogy uh, XY uh, importál valamilyen olcsó, de a megfelelő ö, beregisztrált terméket, hanem arról beszélek, hogy gyártók ezért küzdenek, magyar illetőségű gyártók. És hogy ezeket, most nem tudom, így végigolvastam a csoportokat, és így néztem ki a fejemből, hogy basszus, hát olyan emberekről beszélünk, akik kurva régóta a piacon vannak. Olyan emberekről beszélünk, akiknek a termékeit még én is annak idején vásároltam, mert szerettem őket, mert jók voltak. Mert akkor nem volt más, és most ezeket az embereket fogjuk szembe köpködni. Hát álljon már meg a menet egy pillanatra, de tényleg. De Fifika, csak ez... azért. Oh, emlékezz mert... vissza, hogy mi volt, amikor, amikor uh, 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 a Mystic Peti kiment. Ez a tróger cserbe hagyott minket. Aztán, mikor, mikor uh, elintézte, hogy lehessen itt, hol likvid, akkor az a tróger mennyibe kerül a likvidje. Aztán mikor az aromát elkezdték kummantani, és nem el, beszüntette az aromát, ez a tróger bazd meg, csak kész likvidet lehet venni, méreg drága, nem veszek már, csak azért se, mert sokkal jobb a faszom aroma baz meg, amit megveszek a sarki fűszeresni, sőt, még rakok bele színes ételfestéket, mert az a sokkal jobb. És Na aztán hál mikor Istennek megint... Hú. És aztán mikor megint lett, akkor meg aha, kellnek a magyarok, szarú megy a bót. Tehát nem lehet jót csinálni, bazd meg. Csak az a jó, ami, aminek jó a marketingje, vagy faszom se tudja. Nem, 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 nem. Tehát ez, ez az, azért senkit ne tévedjen el. Tehát az, ami egy-két csoportom belül megy, mit tudom is én, akármilyen meg, megmondó emberek részéről, vagy, vagy akik ebbe az irányba próbálják meg ezt az egész szituációt, érted? Az semmi más, az meg, mint annak idején a, a legaljasabb, legsötétebb, suttogó propaganda volt a rákosi időszakban. Ezek az emberek, még egyszer mondom, mindenki úgy veszi magára, ahogy akarja, tehát utána én négy szem közt bárkivel nagyon szívesen lerendezem ezt a kérdést, de <kül> De ezek az emberek nem azért vannak, hogy jó minőség maradjon a piacon. Ezek az emberek azért vannak, hogy a sötétbe és a félhomályba tudjanak érvényesülni. Soha nem lesz belőlük gyártó. Soha. Mert egyébként tudod, amit szoktam mindig mondani, hogy nem attól jó gyártó valaki, hogy megrendetem tegnap, és már, már itt is van ma. Hát ez tök természetes dolog, bazd meg. Igen, tehát ez, a, ez az alap. Hát vagy, vagy nem ma, de, de mondjuk holnap után, mert mondjuk én ha Jó, csak adok fő Romániából, csak most az, az mondtam az valamit, elég hogy... Szarul jön, illetve hát legalább két nap. És, és ugye nem tudjuk, mi lesz május 20 után, fogalmunk sincs, mi lesz május 20 után, Egyébként ezzel kapcsolatban uh, nekem lennének uh, kérdéseim, amit uh, vit, azt mondom, hogy vitassunk meg. All right, de előtte én kérdezhetek? Ez Persze. ilyen költői kérdés lesz, hogy mert egyébként azt ugye, ha én ezért iratkoztam le most sok, tehát nem kiléptem, csak leiratkoztam, mert, mert 55 szőre olvasni, hogy hallottátok, hogy jön ez a május 20, valami lesz, mi? Honnan? Valahogy biztos meg lehet majd oldani. Tegyük képbe. Nem. Ha. Jó, akkor mi lesz május 20 után basszus? Na, akkor vitassunk. Május 21. Hagdisz? Igen, ég... igen, igen, ezt örökérvényű Paprika jáncsink, azt hiszem Gyurcsány Ferenc mondta annak idején. Csak ő valami más dátummal. <kül> Tehát ö, ugye a május 20 attól lesz érdekes, hogy május 20-tól a magyar piacon csak ö, elméletileg olyan likvid lehet forgalomba, ami után megfizették a jövedéki adót. És ez a... jelentve. hogy És belet jelentve. És belet jelentve. Is módja szerint. Igen. És belet jelentve. Üh, ugye itt, itt, jönnek a, a kérdések, vajon az alapléminek számít? Liquidnek. Hmm. Nem. Én, én, továbbra is tartom magam ahhoz egyébként, hogy az aromamentes dolog az nem utántöltő, mert hason... kifejthetem, ha gondoljátok, de elepetően ezt gondolom. De fejtsd ki! Én, azért gondolom, hogy azért nem az, mert mint a, amit 2012-13 tájékán le kellett boxolni itthon, Hasonlóan a, a gyógyszer törvényhez, én egy olyan logikát fedezek föl ebbe a történetbe, ugye nyilvánvalóan nem gyógyszerről van szó, és hogy nem kell száz százalékig, hogy érvényes legyen rá, de ugye ott a célhoz kötöttség elve volt az, ami ami érvényesült. És épesű ember nem fogyaszt hosszú távon direkt, aromamentes nincs, nem is jön ki a számon, nem tudom utántöltőnek nevezni. Tehát az egy alaplé, ami önmagában még nem, nem arra a célra készült, nem arra a felhasználásra készült, nem fogyasztásra kész valami. És nekem ez a, 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 gondolatmenet van a fejemben. Persze nyilván szőrszáhasogatni, játszani a szavakkal természetesen lehet, hogy alkalmas-e nikotin tartalmazó pára a fogyasztására, stb. ilyenekbe bele lehet kötni, meg ilyenek, de tényszerű az. Mint, mint ahogy például, ha megnézzük az étolajat is, hogyha az étolajat kinn a konyhába arra használod, hogy szalmok rumplit süssél vele, akkor az nem egy jövedéki adós termék, de onnantól kezdve, hogy az autódba töltöd, és ott pont ugyanarról van szó, itt viszont még csak nem is ugyanarról van szó. Tehát nekem ez a, ez a gondolatmenetem, és én ezt tartom magam, hogy, hogy szerintem emiatt nem minősül után töltőnek az, amiben nincsen benne aroma, tehát nem egy aromával ellátott fogyasztásra, közvetlen fogyasztásra szánt termék. Charlie? Csak azért, hogy mindig legyen két oldal. Én azért gondolnám, hogy azt, azt annak fogják minősíteni, mert hogy egy az ügyeskedés akkor megindulna, kettő amit, amit már millió, meg egyszer beszéltünk, hogy hogy az ő fejükben ugye az él, hogy ami nincsen ízesítve, az olyan, mint a dohány. Tehát, hogy te az ízesítéssel a, a dohány jellegéből mozdított ki valamerre, és euh, én, én csak úgy tudok gondolkozni, hogy meg meg azt alapul venni, hogy eddig milyen milyen ámokfutást végeztek, hogy már pedig arra is, az alap lére is, ami nikotint tartalmaz, arra azt fogják mondani, hogy már pedig az az euh, engedéköteles ez az én álláspontom, tehát... Nem semmi... Igen, én értem az éremnek ezt az oldalát, és meg nincsenek illúzióim azt illetően, hogy az eddigi tapasztalat, gyakorlatot illető tapasztalat alapján milyen irányba fog elmenni a dolog. Én azért ragaszkodom az én álláspontomhoz, mert szerintem egy bírósági ügyben védhetetlen az enyémmel ellentétes álláspont. Hogy a gyakorlat mi lesz, az persze meghív más, más tészta. Jó, ez érdekes lesz egyébként. Azt gondolom, hogy a, a jövedéki törvény egyértelműen meghatározza a, a, a nikotinas utántöltő folyadékot, mint, mint leírást igazából a TPD nem tért ki a, a, az otthonkeverők, illetve az alaplé fogalma, tehát semmi, semmilyen fogalmi szinten nem foglalkoztak ezzel a, a kérdéssel. Azt se tudjuk egyébként, hogy az a, az, az ominózus rendelkezés, ami a nikotinos folyadékot gyógyszerhamisításként rendelte büntetni, az vajon még hatályban van, vagy nincsen. Tehát itt én azt gondolom, hogy rengeteg nyitott kérdés van. Én azt láttam most egyébként az uniós fölmérésen, nem tudom, te Krisztián ész, észrevetted, hogy kitértek a, a, az, az alaplére is. Nem, én ezzel nem találkoztam még. Nem, nem találkoztál vele? Nem. Volt egy ilyen kérdőív, amit akkor lehet, hogy az nem is egy, nem, nem igazad van, az a, a minden évben szoktunk adatszolgáltatást végezni egy ilyen európai e, e, ilyen adatgyűjtő cégnek e cigaretta kapcsán. Magyarországról azt az egyesület végzi és ott szerepelt a kérdések között egy külön rész, ami kitért már erre, hogy, hogy alaplé, aroma, vajon mennyi fogyhat, hányan keverhetnek otthon, sállala, sállala. Mondjuk én ezt marha óvatosra vettem, mert én attól félek, hogy, hogy egyszer csak bekerül a, a szabályzásba, és ez mondjuk még önmagában nem lenne baj, de hogy szarú fog bekerülni a szabályzásba, nálunk meg a legszarabb módon, ahogy ahogy ezt már láthattuk többször is. Ja, tudom, mire gondolsz, igen, az, azzal találkoztam csak, hogy az EU-nak készülő, de független felmérés. A... Igen. Igen, igen, találkoztam vele, igen. És, és én, én, ilyenkor nekem az a taktikám, hogy merjünk kicsik maradni, mert hogyha ha elszállunk a számokkal, akkor erőbb-utóbb megjön a büntetés ugye? És egyébként én a Krisztián álláspontját osztanám. Mindaz mellett, hogy valószínűleg, hogy a birtoklásra meghúzott 300 millilitert viszont nehéz megvédeni. Tehát, hogyha ha 300 milliliternél több nikotinos alaplé van nálad, ott, ott azért már azt gondolom, hogy még akár probléma is lehet. Ebből. Tehát a kereskedelmi mennyiség meghatározása a szeretett minisztériumunk által az, az ugye 300 milliliter. Bár az, azon elgondolás alapján, ha nincs bekeverve, akkor akkor meghaladhatja ezt a mennyiséget? Hát ez megint az, amit nem tudunk, mert ugye a. a ha... Ragaszkodunk ahhoz, hogy az aromával történő összekeverés által nyeri el az utántöltő jellegét a dolog, akkor onnantól érvényes, de nyilván, ha több van, akkor a többet is tudsz előállítani, ergo hamarabb eléred azt a lélektani határt, amely fölött már nagyon durván büntetendő jövedéki csalásnak minősül a dolog. Ezt, ha jól emlékszem, ezt a múltkor kiszámoltam, azt hiszem, hogy 1,8 liter az ami megüti azt az összeghatárt, amitől kezdve már Irgumburgum alatta nem foglalkoznak vele ez a gyakorlat. De hát nyilván 1,8 litert azért belátható időn belül az ember kikever magának, hogyha aktívan elcigarettázik. Érdekes, érdekes. Na, hát én azt mondom egyébként, mint amit az egyik jeles szakértőnk mondott, hogy, hogy írjanak be valamit, majd kialakul. Érted? Tehát ez, egy, ez egy ilyen, ilyen magyar állami szakértő abszolút pontos leírása volt arról, vagy, a, vagy válasza volt arra a kérdésre, de hát akkor oda mit kéne beírni? Hát amit akarnak. Majd kialakul. Úgyhogy hát egy egyelőre ennyi. Én mondjuk sok, sok most nem, nem látok a, a, az eljövendőre. <coughs> Nyilvánvalóan szűkülni fognak a piaci, hogy is mondjam, árrések és a piaci bevételek a jövedéki adó miatt, mert azért mindenki majd próbálja egy picit visszább húzni az árakat de, de azért van egy, egy, tehát én bárkinek négy szem nagyon szívesen elmagyarázom, hogy, hogy, hogyan lesz abból a termékből olyan kurva drága, ami tudod a benzinkutaknál is ki van írva, hogy 700 forint, vagy illetve ki lehetne írni a trafikokba, és ebben a likvidben 700 forint plusz áfa az adó. <coughs> hogy senki így van, ne így van az App Store-ban is egyébként. Öltüntetik. Igen? Aha. Tehát, hogy senki ne, senki ne érezze magát átbaszva, és ne az legyen, hogy a mocsokszar gyártó már megint milyen kurva drágán adja a likvidjét, mert nem, tehát ő pont úgy, ugy, ugyanolyan áron fogja adni, mint eddig, csak rákerült ez a pici teher, ami egyébként meg, ugye ezt a Krisztiánnal már múltkor kibeszéltük, hogy durván a kétszerese a dohányénak, tehát jó reggelt. Én nem voltam itt? <coughs> uh, de sose vagy itt. Ha igen, igen, ezt akartam mondani. Már megint a sor. Nem, ezt egyszer nélküled is kibeszéltük. Ezt Csáll. egyszer nél nélküled. Tehát a, én, arra meg, Charlie, nem a nem izére nem, nem, a podcastre gondoltam, hanem ja? a volt egy magánbeszélgetésünk, ahol ezt így elkezdtük számolni centire, hogy akkor a dohányon mennyi adó van, és a, a többin mennyi adó van. Nyilván majd, ha lesz egyszer egy érdekkör, akinek az lesz az érdeke, hogy ne ennyi adó legyen rajta, akkor nem ennyi adó lesz rajta, de észérvekkel úgyse tudjuk meggyőzni a törvényhozókat, hogy, hogy ezen nem kéne ennyi adónak lenni. Azt teszem hozzá, hogy a, a, film is ilyen egyébként, most egy picit hadutaljak vissza, hogy, hogy 10 dollárra van kiírva, de a vége az 12 valamennyi, mert hogy ugye a kártyánál elkéri a, az ország kódot is, és ha beírod Ausztriát, 20% áfát rak rá. Magyarország, köszönjük a kormányunknak, 27%, Amerika, nulla. Tehát csak ugye nem tudjuk megvenni a, a magyar bankkártya miatt szerintem úgy, hogy beírjuk azt, hogy amerikai és oda egy irányító számot, mert valamit a Mastercard vagy a mit Visa rendszeréből lekérdezés. Hát és ha a soros Bérenc lenne, akkor biztos lenne amerikai bankkártyád azt gondolom. Ezt nem szeretném sem megcáfolni, sem megerősíteni. Nem sem megerősíteni. De a videóban elmondtam, hogy jogkövető vagyok, és magyar kártyára veszem meg, és kifizetem. Azt a bődületes 2,7 dollárt. Ja. Jó, ült üteszembe így az előzőre reflektálva, hogy mindig kikéred magadnak, hogy. Úgy beszélünk, hogy nem vagy ott, legközelebb fölhívsz, nem fogom fölvenni, mert nehogy már úgy beszéljek vele. Hát ezt te sos sosem veszed. Hát sose veszed föl, tehát nem mondasz ezzel újdonságot. Ma is fölvettem neked. Oh. Kétszer. Kétszer. Uh -huh. Reggel is hát, és este noris. is. Figyelj már. Um, egy dologra nem tértünk ki, mert szeretek mindig csak a likviddel foglalkozni. De akkor én fölteszem a, a, az elméleti kérdést, hogy szerintetek azok az emberek, akik arra kíváncsiak, hogy mi lesz május 20 után, ők okosban megoldják a likvidet, ezt már megtudtuk, de hogy a készülékekkel mi lesz tehát azon kívül, hogy otthon esztergálnának, szerintetek, ha nem Magyarországról, akkor máshonnan hogy fognak tudni hozzájutni? Nem tudom. Jó, hát ebből a kérdésben hogy ennyi volt. Fifika? Na, Figyelj, biztos, hogy, biztos hogy, hogy lesznek beszerzési források külföldi webshopokból. Itt csak az a kérdés, hogy mennyire fogják ezt tolerálni a. a hatóságok? A hatóságok. Igen. Ami nekem egyébként furcsa ebbe az egész történetbe, Uh, vegyük a legrosszabbat. Mondjuk, abszolút rá fognak szállni a, a likvides küldeményekre. Csomagbontás, ellenőrzés, lesz nikotinteszterük, meg amit el tudsz képzelni, minden az ég a világon, és megbasznak, hogyha olyat kérsz, amiért uh, <kül> szerintük nem lehet. Uh, kérdezem én, akkor dohányt? Miért lehet rendelni külföld? Kérdezzé meg egy, egy pipás embert, aki, aki a trafikban már gyakorlatilag egy vagy két, kétféle kommersz pipadohányon kívül semmi más nem tud beszerezni, és ő mondjuk egy komolyabb pipás, ilyen 10-20, de inkább 30 jó minőségű, csak külföldről beszerezhető pipadohány tart magánál, és ezek dobozos áruk, tehát ilyen ilyen, nem is tudom, 100-150 gram környékén van egy doboz. Hogy azt akkor miért? Vagy a szivar? Vagy bármi más dohányáru? Hát a Romániában például dohányárút a mai napig lehet online értékesíteni. Jön majd a következő érdekes dolog, amikor én elhagyom... Ez most nem szívfájdalma senkinek, bocsánat, az így kibukott még belőlem. Elhagyod amikor én elhagyom a szülőföldemet, akkor még majd, akkor még lehet kapni mindent, minden, hogy mikor visszajövök, már nem. Nehogy az legyen, hogy lekapcsolnak a határon, hogy mennyi likvid van magánál, uram, és honnan szerezte be, érdekes lesz. 300 millió többet ne hoz magaddal, Charlie. Ö, igyekszem, de mindig ott van az a de. Tudod, hát, hogy, hogy, utána megint, hogy... hogy utána megint meggyűlöljem legalább egy évre az amerikai, vagy a külföldi szírszar likvideket. Elég küldjek is 100, küldjek 100 milis palackokat? Ne, csak olyat küldjél, ami kiesik a méret határon, hogy mindenféleképpen kapjanak. Egyébként, azt nem tudom, hogy a héten, vagy múlt héten, de szerintem a héten, várjál, hétvége. Igen. Most hétvégén találkoztam Giorgio-val, ugye, akit mondtam, hogy csinálta a az ennek pancsoltatok, ja. Igen, Giorgio Nyunyezzel összefutottunk, és igazából ez egy ilyen becselor parti volt, amit öt pasi szervezett, úgyhogy... Úgy, meg egy hogy, kicsi. A, a, meg egy kicsi Nóri volt a képben, mert összefutottunk Tesszük. egy kávézóban, és, és ott kokettáltunk egy, egy picit, nagyon-nagyon jó pofa, nagyon kis minimál cuccot láttam, ami, ami még csak béta van, de, de olyan de nagyon pici volt. É, egyébként mindenki, mindenki architekt volt, tehát ott csak ilyen tervezőmérnökök ültek, az egyik a grafikus, a másik a... tehát egy cégnél, vagy egy cég ők, és így jöttek el uh, bulizgatni. Uh, és egyébként nagyon fura volt, uh, Ez csak egy ilyen kis apró levezetés, hogy náluk egy az, hogy úgy nagyon nincsen még érezhető hatása ennek, Üm, illetve, hogy szar likvidet szívnak, de hát, vagy hát Giorgio, mert én csak az övét kóstoltam, de nekem nem váltotta be hozzáfűzött reményeket. Üm, ilyen kis apró élet szagú dolgok, hogy például azt is most tudtam meg, hogy, hogy ugye nézelődtek a városba, és ők mindig olyan, akurátusan kérte tőlem, hogy olyan helyet mondjak neki, ami nem ez a nagyon fölkapott valami, tudod, hogy elmegyek megnézni egy, és akkor ott tele van turistákkal, hanem ilyen kis eldugott kis kocsmákat, meg, meg mit, ilyet, ilyeneket vadásztak neki, és, és hogy például őt meglepte, hogy fönn voltak a halászbástyánál, és hogy azon vitáztak, hogy ez új vagy sem. Mert hogy, olyan szép újra meg van csinálva. Mondom, nem, hát ez föl lett újítva ja, hogy náluk ez nem így néz ki. Mert hogy náluk Olaszországban amit föl kell újítanod, azt úgy kell fölújítanod, hogy ilyen korhű legyen a dolog, tehát patinás legyen, hogy ne az a ahogy most kinéz mondjuk a halászbásátod, ez a fényes, nem tudom én milyen mészkő, lefújva homokkal, tehát hogy tényleg olyan, mint hogyha pár éve építették volna, hogy náluk ez nem szabad. Érdekes volt. Ö, és például meglepődtem, hogy, hogy mondtam, hogy hova menjenek, és mondtam nekik egy pár helyet, hogy mi lenne, ha fölmennétek a libegőre? A, az milyen? Mutattam nekik egy képet, Oh, must have, azonnal indulunk. Hát mondom, figyelj, fél hét van, tehát majd holnap menjetek el. Úgyhogy fölmentek a libegőre is, libegőztek, nincs tömeg, nincs, nincs turista. Nem, de hogy van turista, nincsenek ott olyan turisták, mint bent Pesten, úgyhogy nagyon bejött egyébként nekik ez a, ez a kis élhetőbb Budapest, tehát nem nagyon fogta meg őket, hogy na menjünk be a, a, Mi az Isten Király utca buli negyedbe, mert ott is voltak, de, de nem elsősorban ezért jöttek, de ez csak egy ilyen kis mellékszál volt egyébként, és, és konstatáltuk, hogy mind a ketten szeretjük a pizzát, és most a hasamra csaptam, úgyhogy már megvan az invite Nápolyba, és és nagyon, nagyon jó lesz, úgy érzem a, a nyaram. A, ilyen hogy most, hogy most mond, mondtad ezt a pizza uh, sztorit, <coughs> ha jöttök üzemlátogatni, látogatni, olyan autentik, hanem amikor, olyan, igen, hanem igen. amikor, olyan, olyan autentik uh, olasz pizzériába viszlek el Csíkszeredába, hogy megbolondulsz, érted? Tehát hihetetlen. Hihetetlen. Erre olasz, már külön várok olasz család tulajdona olasz uh, konyhával még az épület is uh, ez a a sétáló utcáján van, azt is egy picit ilyen olaszossá tették, spalettákkal minden, és hihetetlen jó pizzájuk van, tehát Ak -akkor, a... akkor ott lehet használni meket, nem? mert hogy épül et jaj, de így van így van, így van, így van, hogy eltaláltad <laughs> jaj, ökölcsapás az agynak egy ilyen kis levezetésképpen, hogy a május 20 előtt még, aki föl akar készülni, de nem tudott, vagy eddig nem volt képben, mit szólnátok, hogyha két kazánt megemlítenék? Csak kettőt. Oké. Okay. Mind a... Nem, az egyiknek van magyar vonatkozása igazából, mert nem tudom, láttátok-e a videót, de az én általam kevésbé favorizált, ám de borzasztó rosszul érthető skót akcentussal rendelkező Todnál járt a Dvarv RTA. A, hossz, a, hosszú mosolyú barátom, én csak így szoktam Mikor gondolkozik, és tudod, röhög a saját jófejségén, de még nem mond 10 másodpercig semmit, csak mosolyog, és nem, 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 nem tudom nektek, hogy leírni, de Á, mindegy. Na, szóval így. Láttátok a videót? Nem, Igen, nem, én nem, nem. Én ezt csak az, hogy van. Aha, Krisztián, hát hogy is mondjam neked, Öm, jó az összbenyomása a cucról, de... A kommenteket olvastam. Ja, értem. De akkor mondom azoknak, akik nem látták, hogy de szerinte egy kicsit olyan, olyan nem kelt olyan prémium benyomást, meg az, az ára is túl olcsó, hogy, hogy, hogy nem kelti azt, hogy ez olyan. Pedig az íze nagyon jó, meg, meg, meg gőzre is, meg mindenre patent, csak hát, hát ő úgy nem tudja, hogy, tehát érted, amit nekem annó Brenyó mondta, hogy ha ők kimennének valamivel egy vépfestre, és ha annyira adnám mint itthon, akkor azt kérdeznék tőle, hogy, vagy mondanák neki, hogy ez nem veszem meg, bazd meg, ez azért ennyi, mert szar, vagy. És ha ráírja ott előtte, hogy nem 40, hanem 140 font, kettőt kérek. Tehát, hogy ez, ez a konzumidiotizmus, na, ez csak így lehet. Ez az örök marketinges szabály, hogy az ár, amit kitalálsz, az, az be is pozícionál. Hiába kúró jó a termék, ha alá az árat, senki nem fogja elhinni, hogy az jó. De mennyire érdekes már egyébként, hogy ez az alapvető életszínvonalbeli cím különbség, hogy itthon, meg amikor kijött a Dvarv, mit hallotta, ez miért ilyen rohadt drága, ez rohadt drága. Hát, mert a, a más kazánokon szocializálódtak az emberek. Szerintem. Na, úgyhogy ez volt az egyik, és örömmel konstatáltam, hogy végre. A, természetesen csak viccesen mondják, hogy Charlie, te nem tudsz tekerni, megnézett videóját, és egyből az jön, hogy ezt, ez csirkehálónak seraknám be, bazd meg, ez olyan tekerés, tehát te még ilyen ökörhúgyozást életedben nem láttál. Mert hogy prezentálta, ugye, hogy milyen jó, hogy ki lehet úgy cserélni a, a levegőállítók is betéteket, hogy, hogy nem kell szétszedni a tekerést. És miután ezt a mondatot elmondta, megjegyezte, hogy tök szar, hogy olyan fura, hogy kívülről nem lehet az, hogy ott van az a nagy luk, és nem lehet állítani a levegőállítást. Most mondta de két perce az meg, hogy belülről lehet kis közbetétekkel. Akkor a faszomnak állítanám kívülről. Ez benne a jó, hogy beállítod, nem tekered el, azt úgy van, az jó, kész. Engem konkrétan zavar a, a kívülről állítható levegőzés, mert tudja, hogy elállítom. A, az Tehát... egy dologra jó, hogy elállítsd, igen. Igen, semmi másról. Úgyhogy, és mindent elmondott, meg hogy milyen jó az, hogyha izét, hogyha, hogyha berakod a nagy betétet, mert hogy akkor már ilyen striktid DL kazán, és hogy hát az már majdnem, de ha kiveszed a betétet, akkor akkor meg aztán DL. Hát az tök jó, úgy az meg csak akkor meg a kondensz csorok be, bazd meg a a, a, kollektor tartályba. Na mindegy. Nem, nem véletlenül van megemelve, de ott igen. a kis csőrös közepe. jó. Igen. Na de nekem ezért jó, ki fogom screenshotolni a tekerését, mindenkinek ezt fogom mutatni. Enyém szar, nézd meg azt, az a tróger tekerés. Hát szóval nem tudom ezt a, ezt a tényleg, hogy, hogy valaki ez alapján, még, de le is mond, vagy ki is mondta, hogy egyébként jó az íze, meg olyan. Meg hogy fura, hogy azt mondja, hogy, hogy nem menetes, hanem csak ilyen ógyűrű, hogy úgy, úgy nincs rajta mit tekerni. A faszomnak tekerném, bazd meg. Mit akarok tekergetni? Figyelj, hallod, tekergetni akarsz, vegyél a kezedbe egy Kaifu 4-et. Mennyi akar része volt? 47 vagy 57? Azt Ez akkor állítgathatsz sok. napestig, bazd meg. Hát meg, ami még ott a leírásban volt, hogy a, a súlya nem, tehát, hogy valahogy olyan, mintha kevés lenne benne, és hát pont ettől tud akkor a űrtartalma lenni annak a kazánnak basszus kulcs, hogy csúcsra van járatva, hogy mennyit kell kimaradni belőle ahhoz, hogy... Azt az sajnáltam az meg, hogy miért nem rakott ne, Nem mellé... értette a kazán lényegét. Igen, hogy miért nem rakott mellé egy másik millis kazánt. Azt akkor néztük volna meg, hogy hú, meg, ez mekkora. Jött a probléma, hogy de ha olyan a likvid, akkor és nincsen SS-palást. Hű, meg, óriási problémák. Ketszik. Majd össze fogom kötni a boris az meg. Tessék, itt van Boris, Boris mondjad meg neki, milyen üveget kell rárakni, ezt csókolom. <tessz> Tényleg olyan problémákat keres, tehát azért keresünk problémát, hogy valamit mondjunk már, az már nekem erőt. de ő megmondja a frankot, hát megmondott, csak, csak hát igazából nem tehát ez, ez, olyan, mint tudod a német autóknál, hogy van benne anyag, az jó, biztos, mert van benne anyag. Hát, rakok bele neked olmot az meg, vagy nem tudom. <tessz> Mit szeretnél? Tehát ha a könnyű az a baj, a nehéz az a baj. Minden mindig baj. Mm. És a, és izéjét is problémázta a drip tipjét, hogy, hogy az DL-nél nem túl levegős. Hát persze, mert tudod, a dobozon rajta volt, hogy MTL. És mikor belepatintotta a drip tipet, akkor mutatja, hogy és így néz ki drip tipet, de nem tolta bele teljesen, nem kattant baz meg, és egy olyan milliméternyi rés ott volt. Hát mondom, mint az ökörhúgyozás. Aja, ah, aztán rárakott valami porszívó csövet. Az nagyon Na, a másik viszont, ami még, ami még, hát nem is tudom, hogy fogalmazzak nektek. Láttátok a Typhoon bt -t? Láttam. Christian? Én csak egy távoli képet láttam, nem volt időm. Jó, ne néz tovább, annyi bőven elég volt. Tehát mikor ezt úgy képzeld el, hogy egy időutazást végzünk a nem túl távoli múltba, és újra azt látom egy videón, hogy mes szövettel ö, pirickázik a kezek között. Na, abban kezdek örülni, hogy valami, valami menőség. Aztán meglátok benne három, nem is bicikli bovden baz meg, mert az már frankón még vastagabb, hát ez ilyen három, három és feles ö, sodrony, ebből három darab. És fönt a, a megoldás érdekes, a megoldás tetszik, hogy két ilyen oszlop, aminek a. Ö, a, van egy ilyen Lukas része, van slitzeve, és oda be tudsz fűzni egy vékony szalagot, csinálsz belőle egy ilyen kvázi majdnem ógyűrűt, egy ilyen patkószerű alakot, és beleraksz a messzalagok meg az oszlop közé, vagy, illetve az oszlop, messzalag, és utána egy ilyen csap, azzal beleszorítod, és a csap közepe meg Lukas, tehát azon tudod csőrös fecskendővel vagy flakonnal tölteni, de a csávónak se sikerült a tő, csörös flakonnal úgy tölteni, hogy ne jöjjön mellé, úgyhogy ez is már egy érdekes dolog. Na, majd levág egy olyan uszkve, két centiszer, azt mondom, 6-7 centis vatt a darabot, és ezt oda beletuszkolja. Mind a kétszer 6 centit bazd meg. Mind. Beletuszkolja baz meg, körülötte a, az a mespalást, Ja, előtte, hogy izzít az, hogy Oxidálsz, vagy egyáltalán megnézed, mert ugye... Hát az a mescsík, baszki, izzik. az egész mescsík, egy olyan másfél centi szélességbe, ugye a, a, a vattát beletuszkolod, a vatta alul hozzáér ahhoz a lukhoz, aminek a, a, lukon belül van a, a sodrony. Az elvileg fölhúzza neki a levet, de belelocsolt szerintem, vagy három millit bazd meg abba a felső pufferbe, és utána izzít, és mutatja, hogy ó, oh, tanzov anyám kínja. És az így, így nem tudtam hova rakni, hogy, hogy ez ez jó, csak mit tudom is én, ha elhasználódik. Tehát ez nem olyan, hogy kicseréled a vattát, mert tulajdonképp csak a vattádnak egy része, ami érintkezik ezzel a messsel, az az, ami ott elgyúvásodik De tudod, mikor neked elromlik a vattád, mondjuk, akkor, akkor abban a pillanatban elromlik, és utána már szar az íze, nem lesz soha jobb íze. És akkor kidobod, igaz? Így van. Nem? De, ugye? Az mennyi körülbelül? három csepp likvid, meg három centi vatta. Na de ebből kiszedi azt a rengeteg vattát, ha még előtte jó meg is szívta magát, akkor benne van mondjuk két-három-négy millilikvid szerintem ott simán, de két-három biztos, és az így... Hát és ugye EUTPD -E konform, egy fél flakon likvid benne van. Igen, igen, és és igazából cserélni is, tehát tisztítani nem tudod, mert hát milyen a mes, az, az, tudod, hogy milyen, hát láttál már mest, az egy idő után azt az mikor egy kis rútba van pödörve, azt még le tudod sikálni, de mikor egy ilyen vékony kis szalag, az semmit nem tudsz csinálni, csak kidobod, újat bele, tehát... nem, nem, tudom. Mi... és, előről a fél délutános processz. És ebből egy ilyen, egy ilyen DL kazánt csináltak, nem ilyen, mert nem tudom megmutatni, egy DL kazánt csináltak, ami igazából nekem fifikat te még biztos használtad, nekem is itt van a Genesis, csak elrosdálott a húzalom, hogy ez is majd olyan lesz szerintem. Van ott az a három baszom nagy ö, sodrony benne, és majd arra is figyelni kell, hogy azért hát tudod, hogy lefele álljon a sodrony, hogy azért húzza fölfele a likvidet, vagy. de mi van, hogyha annyit gőzölsz, hogy nem tud annyit fölhúzni. Hát megégetted, hát akkor így járt a cserévattát és ott nem is tudsz igazából játszani az ellenállással, mert ott, ott maximum úgy tudsz játszani, hogy vékonyabb mescsíkot raksz bele, mert a, a hosszából nem tudsz kijátszani semmit, mert mert akkor akkor jön majd a dry hit, mert nem lesz hűtése annak a baszom izzó mescsíknak. Te végignézted, Fifika? Én, én úgy voltam ezzel a kazánnal, hogy az egyik szemem sírt, a másik meg nevetett, mert... Egyrészt azért lássuk be, hogy a, a, a kazánok történetében olyan nagy sztori nem történt az utóbbi egy évben. Tehát gyakorlatilag ugyanolyan kazánok, csak más-más kivitelbe készülgettek. De ez mondjuk engem azért fogott meg, hogy végre valami olyan újdonság, amiért én tudod, amikor így fölízítottam ezt, csak így néztem, mondom, Jézus az, anyám, az. mi lesz ebből? Igen, és nem az a lomha szar volt. Hú, meg? Nem, nem, Hú. nem, piszok gyorsan. Én, én azt gondolom egyébként, hogy maga, maga az elképzelés, az biztos, hogy sok emberben el fogja indítani a, a gondolatot, úgyhogy készüljünk föl arra, hogy a MES új, újra fénykorát fogja élni. Na de az a brutális mennyiségű vatta, és amilyen keményen be kellett oda tömni, hogy mondta is a srác közben, hogy ne legyen hotspot pont a csavaroknál. Tehát hihetetlen módon kitömte, mint egy, egy ilyen szalmabábút az egész mesnek a, a mes határolt részt, és ahogy Charlie mondja, tehát ott három millipuffer, az tuti, hogy van, de én mondjuk a, a magam részéről ezzel a kazánnal úgy nem értek egyet, ahogy van, mert én nekem... Tehát, hol szívod, érted? Mert már ekkora gőz, iszonyú gőze van, tehát ha megnézted, akkor brutális állj gőz. Állj meg, állj meg, Krisztián, elfelejtettem a legfontosabbat mondani. Tudod, hol oxidált? Mond, mondd, hogy nem. 60 watton, bazd meg. Oxidált. 60, 60 watton. watton. Mi van? És akkor 60 vatton utána... watton és 100 valahány watton is próbál. Hát úgy mutatta, hogy nézzétek, szívom, hát nem tudom nagyon, mert németül beszélt, de így szívom, 60 watt, megbaszott nagy gőze van. Ö, állítok egy kicsit, 80 watt, pf, pf, megbaszott nagy gőze van, 100 watt, megbaszott. Semmit nem éreztem igazából különbséget, mindegyiknél megbaszott nagy gőze volt, de 60 watton oxidálunk. Azt a büdös Jaj. hát az egy dupla aksis mód volt a kezébe tehát azért vicc kategóriára nem lehet föltekerni ez az egyik a másik az hogy nem tudom figyelted hogy mennyire oda kellett figyelni arra bekapom a számba a cuccot elkezdem szívni a levegőt és most ízítok, bazd meg, mert előbb ízítok, érted? Ott, ott egyszer volt, volt egy, egy közelített a száj az megnyomta a gombot és már gyakorlatilag belőtte a gőzt a szájába tehát iszonyú, iszonyú uh, szerkezet. Nyilván, aki kedveli, annak, annak állítom, hogy a, a, az egyik ilyen uh, csúcs-szuper újdonság uh, lesz a piacon, de, de én, én nem, nem nem tudok ezzel a mennyiségű gőzzel mit kezdeni. Tehát hol szívom? Tehát itt, itt a konyhát, azt két slukka, érted, láttatlan. azt mondani mondani, hogy, hogy egy, hogy azért lenne, tudnám hol szívni, egy biztos, itthon nem. A lakásban, a most se. Most is kit jön a nyár, szerintem teraszon fogok élni, de a másik aspektusa, ne felejtsük el, hogy május 20 előtt kidobni egy ilyen kazánt, bazd meg. tehát értem én, hogy náluk még nem, de majd náluk is lesz ennyi a likvid, tehát most még ez bátran megveszi az ember, aztán majd mikor mennyit is predestináltunk? 2000 forintot 10 millinként? Körülbelül. Igen. Na, hát és nem, majd nem. Még... Figyelj, várj, várja, azért ne dobjuk el a, a súlykot. Tehát a piacon nagyjából ilyen 1500 forinttól fognak indulni a likvidek. Oké, okay, fifika, oké, okay, ezt aláírom. Most nem tudom fejből pontosan idézni, nincs előttem, de ugye csináltam ezt a, ezt a közvéleménykutatós játékot. Az meg igen. ezer, ezer valahány fölött én. vagyunk, igen, nagyon jó. Ö, és ott a nagy többség az egyébként a 10-20, de ez a milliliterek között mozgott. Azt mondom, inkább 10 és, és 30 között. Na, az már nem lesz olyan vidám, mikor nem, nem lövök nagyon fölé, mondjuk csak napi 10 millit eldurrantasz ezzel, akkor gondolj bele, egy paklicik 1000 forint, ebből meg mondjuk 1500 ha nem nagyon szívod, de ha meg szívod, akkor az... Képzel, hallod? Ezzel már az is anyagi csőd, hogyha véletlen nem zsebzárazod le és ízzítasz. Én <coughs> fasz <coughs> meg, elégettem, és benne volt három milli Na szóval, az a, 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 technikai része, az tetszett, hogy próbálnak valami újat. Gondolkoztam már azon is, hogy hogy lehetne ebből paralel, akkor két mes szövetet rakni egymásra, és akkor még lejjebb megyünk az ellenállással, de de hogy amikor megláttam, hogy 60 watton kell pirítani, hogy, hogy fölizzon úgy a szalag, a mes szalaga, hogy kell, ott, ott, ott rosszul lettem, hogy jó gyerekek, feladtam, egy darab modon van, kettő, ja nem, három, ami, ja nem, négy, de hogy leginkább ilyen egy, egy cuccokat, hát az meddig bírnám? Hát hány vigyek magammal? Meg likvidet, meg egyébként. Szóval, ó. Öm, zsiráf. Na, tudjátok, hogy mi. Ennyi. Ez egy zsiráf. Mondtam a Béláknak, hogyha esetleg valaki rendel, és elkérhetem kölcsön, hogy egy picit játszak vele, na, pont annyi ideig fog szerintem érdekelni, de nem, nem érzem még, hogy, ezt nekem birtokolnom kéne, de tudjátok, volt nekik azért már ilyen próbálkozásuk, ott volt a, a GSR, vagy, vagy, GTR, nem tudom már, mert GSR volt szerint. Á, faszom, se tudja. Az is ilyen nagy levegős kájhacső ö, kazán volt, aztán úgy igazából abból se lett semmi, tehát mégis mindenki mondja ezt a, ezt a nagyon DL vonalat, és, és mégis mindenki a majdnem DL és az MTL között játszik. De hát már sokszor megállapítottuk, meg ki is mondták nálunk sokkal okosabbak, hogy azért, mert kijelentettük, hogy kevésbé káros, mint a cigaretta, az nem a DL funkcióját jelenti 140 watton. Úgyhogy azért én, én mindig óvatosságra intenék ezzel kapcsolatban mindenkit. Ja, Giorgio, oda veszi a modot, ugye ugyanolyan kazánunk volt, neki is van egy armorja, és oda veszi a kazánomat, meg a készüléket, hogy megnézze a készüléket, hogy megnyomja a tűzgombot, és így ránéz, azt mondja, 2,51 századom ez annyira old school, 5-16 watt, és így add már ide egy picit tiéd, megnézem, 0,25, 48 watt, na hát ez nem ugyanaz az iskola, ez nem ugyanaz az iskola, és még a tekerést meg sem néztem, de látatlanul is azt mondom, hogy nem. Megszívtam, és tényleg olyan valami jó, nagy gőze volt, de ú, kettős luk, és olyan meleg volt, hogy, hogy borzasztó. Hát nem ugyanaz az iskola, de ő is mondta, hogy hát erre van igény náluk, ezt kérik tőle egyfolytában, ezt írogatják neki, hogy, hogy, hogy bírja-e, ilyen -e, olyan-e, milyen elektronika van benne, és e felé tolják az emberek saját maguk a készítőket. Na, úgyhogy ez a két kazán lett volna, amit úgy. Hát nem azt mondom, hogy érdemesnek tartottam volna megemlíteni, mert Advar volt igen, de ez a Typhoon BTS csak ilyen kazánnak tettem idebe. Aztán körülbelül ennyi. A brutális sérüléseket szenvedett az egy cikitől cikket, azt nem tudom, hogy még benyomjuk-e egy ötvennél, vagy hagyjuk meg jövő hétre. Szerintem meghagyni is kár. Jó, nem is maga a cikk miatt, hanem hogy micsoda, micsoda hatalmas lózungok vannak benne. Én csak az utolsó mondatát olvasom, és akkor a jövő héten meg se említjük, mert ugye zsebzár volt vagy nem volt zsebzár, és fölmelegett a zsebébe, és eldurrant, és majdnem a terhes barátnője is eldobta a sarokba, és onnan is az meg megégette, és azért az volt a vége, hogy az eset után megfogadta, soha többet nem használ egy cigit Hát barátom, ez a helyes megoldás. Úgyhogy én ezzel szeretném zárni a mai adást. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Vásároljátok meg a filmet, mert az jó. Jövő héten találkozunk. Sziasztok! Egy élmény volt. Sziasztok! Sziasztok!